Sziasztok! Ebben az adásban Kadarkai Endrével beszélgetek. Ő már akkor beszélgetős műsort csinált, amikor én még azt sem tudtam, hogy merre van az előre. Remek anekdoták, filmes és irodalmi idézetek, és természetesen a szakmáról is beszélgetünk. Tudod, mit élvezek ebben a műsorban? Az, hogy én alig szólalok meg, és hogy hallgatom a vendégemet, azt. Hát de hogyha nem akarnál szerepelni, akkor podcastet csinálnál. Hát ez podcast-szerűség, hát de... három kamerával rögzíted, tehát azért szeretsz szerepelni. Jó, de hát most érted, a YouTube-on előbb meg fogják nézni, mint hogy Spotify-on meghallgassák azért ez a helyzet. Az biztos, hát persze. De tehát nem azt mondom, hogy nem szeretek szerepelni, amikor nem muszáj, akkor nem szeretek szerepelni. Erre az egyik legjobb példa a karaoke. Uh-huh. Tehát én nem szeretek karaokizni. Én sem. Csak részegen maximum. Jó, de hogy... Se, de az alkat kérdés valószínű, hogy valaki fel tudja annyira szabadítani magát a gátlásaitól, meg tud-e annyira szabadulni, hogy odaálljon és mások előtt elkezdjen énekelni, elég nagy valószínűség szerint rosszul. Ebben nem látom egyébként annak az ismérvét, hogy valaki gátlásos-e vagy sem. 10-ből 9 ember szerintem nem mer odaállni. Lehet, de hogy én meg úgy vagyok vele, hogy ugye tanultam énekelni klasszikus éneket. Én, ha valami dalt el akarok énekelni, azt úgy szeretem, hogy előtte kigyakorlom, és aztán azt úgy szépen előadja az ember. De most egy karaoke szitúba vagy odaállni, és tehát inkább szégyellem magam. Persze. Igen, igen. Na, tartozunk a nézőknek annyival, hogy eláruljuk, hogy miért cseréltünk helyet, mert ez a harmadik alkalom az adás történetében. És miért cseréltek előtte kétszer? Lehet, hogy azt mondtam, hogy a Duszka Petis cserét azt nem árulom el, de a Duszka Peti filmes vágó, aki meg is kapta az Újságíró Szövetségének a tavalyi év legjobb vágója díját, nagyon kedves barátom, a Peti mondta, hogy hát neki nem tetszik ez a háttér, teljesen igaza van, tehát valamit kéne kezdjük a vendég háttérrel, és hogy mennyivel jobb, hogy ott a könyvespolc. Nekem is ez az indokom akkor ezek szerint. Nekem egész más volt. Eláll az egyik fülem, egyébként nem csinálok ebből problémát, számtalan olyan is ott vezettem le, hogy egyébként azt a profimat vették, de hogyha már van lehetőség változtatni, akkor kedvem szerint való, hogyha ezt látom. Elállt a fülem, és valószínűleg gyerekkoromból maradt uh-huh. ez a, nem is frusztráció, nem szerettem látni, hogy ez a fülem. Az egyik nekem is szerintem. Az enyém jóval, de hidd el, de lehet, hogy ez már bennem zavaró, tehát hogy a idegen szemnek ez nem tűnik föl. Uh-huh. Nekem, amikor így kinézek és látom, akkor szemet szúr. Igen, most csak annyi van, hogy ugye te is látod magadat, de bízom benned annyira, hogy nem a monitor fogod kémlelni, mint szakmabeli, hanem... Sőt, el is fordul. Ne fordulj, mert akkor meg nem lesz jó a hang. Szóval, azon gondolkoztam, hogy mit lehet kérdezni attól az embertől, aki egyébként mindig kérdez. Mert hogy ugye az én műsoromban én messze nem szoktam annyira alaposan felkészülni, mint te, ami hogy mondjam, egyrészt nyilván szakmailag nem biztos, hogy helyes, másrészt viszont én úgy tekintek erre a formátumra, hogy ez már nem tévé, ez már nem valami standard szerint készül, és ha már van a szabadságnak az a foka, amivel így lehet élni, meg egy kicsit tudod a határokat tágítani, akkor próbáljuk ki. És akkor ugye veled is elkövettem azt a merényletet, hogy jól megmutattam, hogy milyen jól tudok kávét főzni. Azt szoktam csinálni a vendégekkel, hogy kicsit lazuljanak itt nálam. Nem egy stúdióban vagyunk, de azért be van világítva rendesen. Tök, egyébként nagyon jó hangulatot áraszt, meg van egy ilyen bensőséges légköre, de miért nem készülsz föl? Tehát szerinted van hozzáadott értéke annak, hogy te nem készültél föl egy interjúnál? Annyiban lehet hozzáadott értéke szerintem, hogy tudnak meglepőt mondani, ami őszintén... Jó, hogy te meglepődsz. Én meglepődök, igen. Uh-huh. Mert, és hogyha a nézők nem... Mert mondjuk olyanok nézik, akik már fölkészültek ebből az emberből, vagy láttok már tőle 3-4 interjút. Nem ám mindig olyan híres ember jön hozzám, mint te például. Én nem, az aztán jó, láttam, okay. Én nem is sort. Nem, az van, hogy igyekszem olyan embereket hívni, ez az én célom, akiket nem sűrűn hívnak. Pedig én tudom, vagy gondolom, ha ismerem, gondolom, ha olvasok róla, megnézem a dolgait, szóval tudom, vagy gondolom, hogy van az emberben valami plusz, valami inspiráló, valami, ami érték. És hogy azt próbálom ezzel a műsorral közvetíteni, hogy ne a nevet nézzék, hanem hogy itt van egy olyan műsor,
ahol olyan embereket ismerhetünk meg, akiket valószínűleg érdemes ismerni, de nem találkozunk velük minden nap az újságcímlapon, az online felületeken, a socialben, nem ők, nem tudom, reklámozzák a cuccaikat minden egyes posztban. Hiszen küldetésed van akkor. Egy kicsit. Tudod, a Klapkának volt ilyen reklámja régen, hogy ne a nőt az ékszert nézze, amikor eljött egy ilyen nagy mellű nő. Ne azt nézze, amit mond, hanem az értéket, amit képvisel. Igen. Szóval ezen gondolkoztam, hogyha megnéz valaki egy általad vezetett műsort, te azért belekérdezel, és felteszed azokat a kérdéseket, ami legszívesebben az alanyod lehet, hogy nem hallana meg inkább, mert hogy egy számára mondjuk kellemetlen, kínos szituációba válaszolni kell, de mégis megvan az a személyiséged, hogy nálad aztán már mindenki volt vendég. Sokan voltak. De ennyire én olyan bátor gyereknek tűnök, én nem gondolnám azt, hogy én annyira ilyen belemenős vagyok. Most már szerintem sokkal bátrabb, mint korábban voltam. Régen én nagyon sok mindent kihagytam. Elnézést kérek a hangom miatt, meg vagyok kicsit fázva, azért is teázok. Nagyon sok olyan volt, hogy nem mertem megkérdezni valamit. Talán ezt már lehet mesélni, hogy a Makkárolyjal készítettem egy interjút, nagyon neves filmrendezővel, és fölkészültem belőle nagyon szokás szerint, akkor meg aztán különösen nagyon fölkészültem, és találtam egy levelet egykori szerelméről, től, Sota Iréntől, aki egyszer azt hiszem az Articsóka étterembe egy zárt körű rendezvényen felolvasott egy levelet. Ennek a levélnek az volt a lényege, hogy Sota Irénnek megírta Mak Károly, tehát egykori szerelmének, hogy noha rábízná a Szerelem című film főszerepét, de nem neki fogja adni, noha nagyon jó lenne, hanem Törőcsik Marinak, mert most a Törőcsik jobban megy. Írta ezt a Mak Sotának, akinek nyilvánvalóan ez rettenetesen fájt. Ezt nyilván 40 év múlva ő felolvasta annak az 50-60-70 embernek, és ezt valaki begépelte, vagy nem tudom, hogy jutottam hozzá, és ott ült velem szemben a Mak. És ezt megkérdeztem. Most ugye vitrai szoktam mondani, és szerintem nagy igazság, hogy a kamera, amikor mutat nem tudom hány percen keresztül, ott nem lehet azért olyan nagy hazugságokat elkövetni büntetlenül. Tehát azért az kiderül, hogy az ember most nagyot kamuzott, és látszódottam akkor, hogy ezt tőle tagadta. És nem mertem megkérdezni még egyszer, de tanár úr, hát mi a túróért állította volna ezt a Psota? És akkor azt mondta, hogy rosszul emlékszik a Psota, de a fülető vége. Júj! Nem mertem tovább menni. És az viszont baj. Én gyáva voltam sokáig, ez szerintem megváltozott az utóbbi időben. Tehát olyan színésznek, akinek volt magánéleti tragédiája, gyerekét elvesztette, nem merem megkérdezni. És valószínű, hogy ez bennem egy szégyenérzet, vagy szemérem érzet. De szerintem ez arány meg ízlés kérdése is. Arány ízlés, de közben igen, azért van annyi empátia az emberben, nem? Oké, hogy meg akarsz mutatni valakit, de van annyi empátia, hogy érzed, hogy most azért ennél a pontnál tovább lehet, hogy nem kéne menni, mert hogy szerintem nem lehet úgy leülni beszélgetni, hogy na én most a másikat valami nagyon olyan helyzetbe akarom hozni. Van, aki ezt csinálja, én erre alkalmatlan vagyok. Tehát én, akivel leülök és hosszú távon képes vagyok vele beszélgetni 50 percig, én szerintem én úgy nem tudok érdemdúsan beszélgetni valakivel 50 percig, hogy valami ne izgasson benne. Még azt is kimerem jelenteni, hogy ne kedveljem valamilyen módon. És soha nem volt, Isten látja nekem, nem, ez nem igaz, egy kezemben meg tudom számolni, hogy kivel szemben volt a verzióm, az lehet, hogy ki is ült az arcomra, és ennél fogva ez valamiért nem is volt egy olyan nagyon jól sikerült interjú, vagy legalábbis az én értékrendem szerint, de az esetek igen jelentős részében nem akarok kitolni velük. Aha. Nálam elmondhat mindent. Én maximum szembesítem egy-egy észrevételemmel, egy-egy egykori ellentmondásával, és legfőjebb, hogy majd szembenéz ezzel. De bízok rá ezt a nézőkre. Tehát én biztosan nem fogom neki azt mondani, hogy te micsoda gazember, hogy gondolkodtál te ezzel? Ezt majd a néző eldönti. Pontosan. Vagy ő maga egyszerűen csak szembenéz azzal, hogy hát lehet, hogy ezt nem így kellett volna csinálni. Aha. Volt, hogy az Anger Zsoltnak volt valami konfliktus egy egykori színésszel, már nem tudom, nem akarok ilyeséget mondani. És egyszer csak megkérdeztem, hogy de ez hány éve volt? És mondta, hogy mit tudom, 8. És mondta, miért nem tisztázzátok? És azt mondja, tényleg, miért nem tisztáztuk? De miért nem mondja? Hát mondom, akkor hív fel. Azt lehet, hogy fel fogom hívni. Szóval, hogy nem igazságot kell tenni, azt bízzuk a nézőre, és nem támadni kell, de örülök, ha egyébként úgy tűnik, hogy kell ilyen bátor vagyok. Úgy tűnik, és például az Egy Szóval sorozatban az a 12, ugye? 12 kérdés van az elején, és csak igen-nem mellett válaszolni. Igen, az elején, és utána kibontunk pár. Utána ki van bontva pár. Abban nekem az a kedvencem, hogy hiába csak igen-nem mellett lehet válaszolni. Elhangzik a kérdésed, és azért bizonyos arcokon lehet látni, hogy
hát most akkor egy nagy szünet van, hogy mit is mondjak. És az ember arcán megjelenik. Persze. Hiába csak igen, nem. Az egy olyan válasz, hogy igazából... Jó, csak nehéz kérdések vannak. Nem olyan egyszerű azért azokra válaszolni. Nem, persze, persze. Csak tudod, ha valamiben 100%-ig biztos vagy, hogy igen vagy nem, akkor azt rá tudod vágni. Igen, csak azért ezek olyan kérdések, hogy az ember nem tudja rávágni. Ennyiben őket fölmentem. Aha, aha. De nyilván van olyan, hogy most nem fogok nevet mondani, hogy amikor montíroztuk, tehát vágtuk, visszanéztem, és azt mondtam, hogy hát ez úgy hazudik, mint a vízfolyás. Uh-huh, uh-huh. És még lehet, hogy meg is értem, nem tartozik a nyilvánosságra, a magánéletének az a szelete, vagy az a mélysége, de nehéz azért erre. Pláne úgy, hogy vesz egy ilyen kamera, uh-huh. Nehéz azért erre szerintem. Szoktam ajánlásokat kapni nyilván, hogy kit hívjak vendégnek, és amikor így személyesen kapok ajánlást valami baráttól, hogy hú, őt meg őt miért nem hívod, mert nagyon megy. Akkor mondjuk ezt a kifejezést. Jó, népszerű. Után. Népszerű, persze, hogy nagyon megy, őt miért nem hívod. És hogy én vagyok ennyire béna szerintem, vagy nem tudom, hogy nem ragadom meg ezeket az alkalmakat feltétlenül. Azt szoktam erre válaszolni, hogy figyelj, tudom, ő mondjuk nagyon megy, ő népszerű, de hogy én úgy érzem, hogy én nem vagyok rá kíváncsi, és ez lehet, hogy akkor az én bunkóságom, hogy mondjuk miattam nem jön el a műsorba, de azt érzem, hogy ha én nem vagyok rá kíváncsi, akkor nem tudok vele úgy beszélgetni, biztos, hogy az olyan legyen, mint általában a műsorok. Igen, ez szerintem is így van. Kell, ez egy áramkör. Valami fajta érdeklődés, izgasson a személyisége. És az kiül az ember arcára szerintem, pláne ilyen terjedelemben, mint ahogy te is beszélgetsz, egy órás beszélgetések, igen. Nem tudja az ember eljátszani azt. Szerintem csak rosszul, hogy a vele szemben ülő az érdekli-e vagy sem. Igen. És szerintem ennek ez a titka. Tehát az emberek szeretnek beszélni magukról. Mindenki. És a legegyszerűbb kérdésre is, ha azt érzi a másik, hogy meg fogja hallgatni, akkor elmondja. Én szoktam mondani, szerintem már meséltem nyilvánosan is azt a történetet, hogy utaztam egy taxival, megpróbálom röviden elmondani. Ne röviden mondd el, mert egy órát beszélgetek veled is. Akkor van idő. És két kicsit kapatos barátomat vittem haza taxival, kiszálltak, be voltak már kicsit vagy nagyon nyomva, és a taxis annyit mondott, hogy hát jó, be vannak ezek nyomva. Uram, nem ezek a bajok az életbe. És várt egy olyan 4-5-6 másodperc, és annyit mondott, hogy hát nem. És azt rögtön tudtam, hogy valami történt vele az életében. Ezt nem csak úgy kisóhajtotta. Hát mondom, még egy negyed órát biztosan fogunk utazni. Ha van kedve, én szívesen meghallgatom magát. Azt mondja, csávó 3-4 nappal ezelőtt, 100 nem tudom mennyivel, a fiam nekirongyolt egy villanyoszlopnak, valószínűleg le kell vágni a lábát. Jézusom. Úgy tűnik, hogy sérült a férfiassága. Retteretes probléma van. Elkezdtem kérdezősködni nagy magabiztossággal, nem nevelek gyereket, de hát mintha nem tudom, hogy gyereket neveltem volna föl, hogy mi lehet annak a gyereknek a baja. Egy a lényeg, arra jutottunk, vagy jutottam itt magamba, hogy egy duci fiú volt, nem nagyon volt sikere a lányoknál, kirúgták a munkahelyekről, Isten kísértést végzett most már évek óta, tehát szinte provokálta a sorsot. Uh-huh. Nem is volt jó kapcsolata a szüleivel, és akkor azzal zárt a taxis, hogy hát ha ez nem téríti észre, akkor semmi. De azt mondja, annyira lemondóak vagyunk, mondta, hogy nézzem meg valamelyik tévéhíradónak a videó összeállításában fenn van a neten, hogy csodával határos módon, hogy kiszállt abból valaki élve. Uh-huh. Sokat eszembe jutott ez a fickó, ez a taxis, egy ilyen mokány ember volt, hihetetlen erő volt benne. És akkor egy fél évvel később megint éjszakai buli negyedből való haza menetelem során bepattantam a taxiba, táncos helyen voltunk, én nem nagyon vagyok táncos fickó, mondtam, hogy tipli. És akkor oldalra néztem, mondom, hát maga a taxis, aki vitt fél évvel ezelőtt, és magának történt a fiával. Azt mondja, igen. Azt mondja, mi történt? Mi van a gyerekkel? Kérdeztem. Hát azt mondta, csoda történt. A fiú minden nap elmondja a szüleinek, hogy szeretlek, apuci. Mondom, mi történt? Megijedt? Nem tudom. De mi van a lábával? Azt mondja, teljesen sértetlen, hál' Istennek egy picit fog bicegni, de férfiassága, szintén sértetlen, mindent reparáltak, acomcsontja, a nem tudom mi, minden rendben van. De mondom, mégis mi változtatta meg? Tehát egy az életről lemondó ember egyszerűen mitől lett ilyen hihetetlen életigenlő és a szeretetét kifejezni képes ember? Mert azt mondta, hogy egy olyan fiú feküdt mellette a kórházi ágyon, a traumatológián, aki pár nappal előtte a csajával sétálgatott az Üllői úton. És egy autó iszonyat nagy sebességgel rohant feléjük, a fickó a srác vette észre, és látva az elképesztő veszélyt, megfogta és kilökte a lányt az autó elől, és őt kapta el egyedül. És a bal és a jobb agyfélteke megcserélődött.
De gyakorlatilag egy agyhalottá vált a srác, őt tolták be a taxis fia mellé, és a taxis fia 4-5 napon keresztül nézte végig ennek a fiúnak az agóniáját, illetve azt, hogy a lány, aki tulajdonképpen az életét köszönhette neki, az fogta a kezét és sírt. Most azt mondja, hogy a traumatológián sem maradt sok száraz szem, tehát a nővérek is végig zokogták azt az 5 napot, és azt mondta a taxis fia ezek után, ennek tükrében, hogy ő neki semmi baja az életben. Tehát azért nem ezek a bajok az életben, hogy egy kicsit bicegni fogok. Az volt ott a baj, amit én végignéztem 5 napig. És azóta megváltozott ez a fiú. De csak azért mesélem el, hogyha én akkor nem veszem észre, hogy ez a taxis akar valamit mondani, hogy végre valakinek el akarhatná ezt mondani. Vagy nem kérdezem meg, hogy el akarja mondani, akkor egy, ez a történet engem nem fog megtalálni soha. És én nagyon örülök, hogy megtalált. Kettő. Még lehet, hogy segített is valamit, hogy valakinek ezt ő elmondhatta éjjel 2:30-kor. Szóval szerintem mindenki szeret beszélni magáról, ha érdeklődő és kíváncsi tekintettel találkozik. Csak sokan nem mernek valamiért. Ez nem tudom miért van, hogy ez csak nálunk van, vagy ez csak falun van, vagy csak városban, vagy hol, de hogy az emberek nem mernek kommunikálni, pedig 2 napja leültem a barátaimmal, jól kiöntöttem nekik a lelkemet, és tudod, ez a szokásos, leülünk, sörözünk, kivel mi van, és akkor kíváncsiskodtak, elmeséltem, hogy mi a helyzet. Nem lett jobb a helyzet attól, hogy elmeséltem, de annyival jobban éreztem magam, és azóta is jobban érzem magam, és ahhoz nem kellett csak semmi, ugye ezt ventilál ez az ember. Ez biztos, hogy így van. A Kánya Katána olvastam egyszer, aki szerintem nagy lélekismerő, hogy például a szerelmi bánat esetén 150-szer, 200-szor kell elmondani a mindenkori barátaidnak a saját történetedet, hogy már te magad und meg. És a barátok az a... Tudod, mint a Forrest Gump, amikor szalad a Forrest Gump, és senki nem érti, hogy hát ez csak megáll, és azt mondja, hogy elfáradt. Elég volt. És te magad unod meg a történetet újra és újra elmesélni, és rájössz arra egyik pillanat, hogy tulajdonképpen én unom már, hogy ezzel fárasztom a környezetemet. Tehát jó elmondani, az terápiás céllal se rossz egyébként, hogy szerintem miért nem kommunikálnak, szerintem azért nem kommunikálnak, mert lehet, hogy bizalmatlanok, tehát sokan szerintem vissza is érnek. Azt szoktam mondani, hogy kevés jó tulajdonságom egyike, hogy én nagyon diszkrét vagyok. Tehát ha nekem valaki azt mondja, és felületes ismertség esetén is, aki kocsmában éjjel 1:30-2-kor, hogy azt hiszem, hogy megcsal a feleségem. És ezt félek kimondani, de így van. Egybe biztos lehetsz. Én névvel, hogy a Kovács Benő szinte biztos benne, hogy felszarolzzák, én nem fogom elmondani senki. Szerintem ez egy... Tehát ezt megérzik az emberek. Azt hiszem, rengeteg rossz tulajdonságom van, az biztos nem, hogy visszajönnék ilyen információval. Kadarkai Endrének mi lehet a rossz tulajdonsága? Ó, rengeteg van, ne viccelj már. Türelmetlen vagyok, önző. Nem voltál türelmetlen, hát itt főztem a kávét, már rég elkezdhettük volna beszélgetni, és azt meg se kérdeztem, hogy sietsz-e valahova. Nem rohanom. Na, akkor elmarad jó. A színházi előadás ma, úgyhogy én ráérek. Színházba járó ember vagy? Én nagyon. Hatalmas váltás. Igen. Azért, mert én tegnap voltam a Jurányiban, az Örökség című darabot láttam. Kirendezte. Fantasztikus, egészen elképesztően fantasztikus darab. A Svehje Mihály és Polgár Csaba, Molnár Gusztáv és a Mentes Júlia. Szavakat nem találok. Annyira, látom, hogy melbevágott. Elképesztő, fantasztikus. Én falusi gyerek vagyok, és nagyon nem szeretem, hogyha... Oké, városiakat nem akarom megsérteni, tehát amikor ilyen városiasan, idiótán, debilül van a vidék ábrázolva. Igen. És tudom, itt nem. Itt ez olyan, mint nálunk otthon. Olyan, és közben... Az hol van? Tataháza. Bácskiskomegye legdélebbi része. Szerbhatártól egy 10 kilométer kb. De azért nincs közel. Nincs. Én ott tettem föl. Szóval azt akarom mondani, hogy fantasztikus az ábrázolás, ami ebben a darabban van. Érzelmi hullámvasút, tehát egyik pillanatban nevetsz, a másik pillanatban összeszorul a gyomrod. Kínos helyzetek, szívszorító helyzetek, dühítő helyzetek, egybe másfél óra, és ugye hát kis gárda, úgyhogy szerepcserés, és amit ott színészileg mutatnak ezek a művészek. Örökség. Elképesztő. Elképesztő. Látom, el vagy ragadtad. Persze, mert nem sok olyan darab van, ezen szoktak röhögni, ezt el is mondtam talán a rólam szóló részben, hogyha van valami előadás, ami annyira tetszett, hogy egyszer nem tudom szavakkal kifejezni, ezt elmegyek megnézem még egyszer. Igen. Ez olyan, hogy ezt meg akarom nézni még egyszer. Könyörű mondják azt, a Vámos Miklós mondta egyszer, hogy inkább olvass el egy jó könyvet 10-szer, mint hogy
10 könyvet egyszer. Uh-huh. Ezzel lehet vitatkozni, meg egyetérteni, de vannak olyan könyvek szerintem, aminek a színe, a mélysége, az árnyalata, az igazi savaborsa az a többedik olvasás. Igen, mert többszörös értelmezésre fogsz rájönni, hogy mire gondolt. Az igazán jó könyveknek, és színháznál is így van ez, vagy filmnél is. Már Forrest Gumpot mondtuk, hát az biztos. Hányszor láttad a Forrest Gumpot? Hát 10-15-ször biztos láttam. Szerintem elképesztően nagy film. Tavaly néztem meg, egyszer éjjel belebotlottam, és hát mindig elalélok, hogy valami olyan édesbús, szívbemarkolóan szép példázata az életről, hogy nem is nagyon láttam még ilyet, vagy amennyire megérintene. Olyan mondatokkal, olyan igaz mondatokkal, hogy ott van a Dan Hadnagy, aki egy döjfös ember, és hát a bomba elviszi a lábát, és megkeseredik, és valami vitába keveredik a Forrest Gump-pal, és nem tudom, hogy szól pontosan a párbeszéd, és azt mondja, hogy hát én Dan Hadnagy voltam, és most mi vagyok, mire ez a bombának beállított Forrest Gump, aki a naivitásával mondja ki sokszor az életigazságait, azt mondja, hogy hát maga most is Dan Hadnagy. És ez egy elképesztő mondat, hogy ő ugyanaz, aki volt fél lábbal is. Vagy amikor megy föl a csaj ugye a lépcsőn, és elutasítja őt, és akkor ránéz a Tom Hanks, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy nem vagyok egy okos fiú, de tudom, mi ez a szerelem. De milyen szép mondat. Gyönyörűek, hogy, persze. Ez egy, és azt tudod, hogy ez a Chevy Chase, John Travolta, Bill Murray hármasnak volt odaadva, ez a szerep. Ez komoly, igen. Nem tudtam. Igen, a John Travolta volt azt hiszem az első, a Chevy Chase volt a második, és a Bill Murray harmadik, és mind visszaadta. De jó, hogy egyik se vállalta el, esküszöm. Nem tudjuk, tehát ezt nem tudjuk. Lehet, hogy baromi jó lett volna. A csajoknál így nagyon jó lett, tehát ezt tudjuk. Ott a Nicole Kidman is volt, és még valaki volt, az is egy ilyen szép, csinos színésznő volt. És a szinkron is úgy volt, hogy ez már le volt szinkronizálva. Kaszás Attila és azt hiszem Nagy Kálózi Eszter hangján, úgy is ment ki a promó, uh-huh. Csak újra szinkronizálták, és Bubik István lett végül is a Tom Hanksnek a magyar hangja. Tehát a promóját meghallgatod, az eredetit, ott aha. A Kaszás Attila szólal meg. Wow. De ezek is milyen érdekes dolgok, hogy nemet mondott rá Chevy Chase, akit én nem tartok egy nagy színésznek. Én se. De mondjuk a Travolta meg a Bill Murray szerintem jó színész. Bill Murray nagyon jó, Travolta nekem ilyen kicsit ilyen... Igen? Tud jó lenni, hát az Állarcban azért ördögi. Az egy fantasztikus ott, film. Ott abban szenzációs. De hogy nincs ellenpróba, hát az Al Pacino az visszaadta a micsoda nőt, uh-huh. Tehát ő lett volna a Julia Roberts partner, a született július 4-ét. Azt nem tudom mi, nagyon gáz. A Tom Cruise játszik, Oliver Stone film, baromi jó, az egyik legjobb Vietnámról szóló film, meg az Apokalipszis most. Uh-huh. Ő lett volna a Martin Sheen. Igen? Martin Sheen, igen, papa. Igen, 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 igen. Nem a Brando, hanem a Martin Sheen. Hát azért három korszakos film. Persze. Oscar-díjasak. És a Pacino úgy érezte, hogy nem. Azért most meghallgatnám az ügynökével, mikor azt mondják, hogy basszus, hát ez lehet, hogy nem tesz. Jó, de tudod, hogy tehát utólag... Hát erre, Kierkegaard erre írja, az életet előrefelé kell élni, és visszafelé lehet megérteni. Hú, de szép. Jézusom, te annyi bölcsességet mondasz. Meg... De hogy bölcsességet? De, tök jó dolgok. Megmondom, hogy mire akartam egyébként rákanyarodni még itt a taxis történet után, hogy annyi emberi történetet hallasz, és annyi ilyen műből szemezgeted ki ezeket a életigazságokat, tanácsokat, nem tudom, ezeket így be tudod építeni az életedbe, be. Vagy beépíted? Be, szerintem. Engem csak és kizárólag az emberi történetek érdekelnek. Tehát ha én becsavarok egy villanykörtét, ami azért annyira gyakran nem fordul elő, de ha becsavarom, az biztos, hogy azt én magamban megünneplem. Tehát én egy technikai antitalentum vagyok, nem is érdekelnek ezek, de egyáltalán. Tehát azt szoktam mondani, hogy a három dologról nem fogsz tudni beszélgetni 2 percnél tovább, és az a 2 perc is az udvariasságom miatt lesz 2 perc. Imádom! Az egyik azok a telefonok, aha. Tehát hogy így küldjük át, azt se tudom mit, meg nem tudom milyen pixeles, egyáltalán nem érdekel. A számítógépek, próbálom tanulni, meg nyilván tudom alapfelhasználói szinten, de ezeket, hogy milyen processzorban mi van, mert nem érdekel, és az autók. Uh-huh. Tehát ami a műszakkal kapcsolatos, az engem, ami az emberi léptékkel bármilyen azonosságot mutat, az viszont nagyon érdekel. De miért mondod azt, hogy próbálod tanulni, hogy milyen processzor? Fontos ez? Azért muszáj a munkánkhoz, muszáj, te ezt magad vágod itt közben, hát, persze, hogy nem látja. Én ezt nem biztos, hogy tudnám. Tehát nem tudnék összeszerelni egy ilyen eszközparkot. Lehet, hogy összeszerelni nem tudnál, de
de utána már csak használni kell. Tehát, hogyha ezt így átülnél ide, és mondom, hogy mikor mit csinálsz, akkor pontosan 30 másodperc múlva csinálnád ugyanazt, amit én most. Tudod, mi lett az igazi, hogy Isten igazából nem érdekel. Nem is érdekel, ugye? Inkább és ez ami van. Meg, nem tudok, tehát a színházban, azt már sokan mondták, akikkel már voltam ez alatt a 20-25 év alatt színházban, hogyha engem valami elkezd untatni, olyan mérhetetlen módon ül ki az arcomra, tehát nem tudom fegyelmezni magam a birizgálással, a fészkelődéssel, ha nem érdekel valami, akkor nem érdekel. Ez nagy baj. Ez, igen, jó. Bizonyos szituációban lehet, hogy baj. Nem lehet annak inkább örülni, hogy ennyire őszinte ember vagy? Meg lehet ezt fordítani, de ez inkább egy hízelgő értelmezés. Tehát ilyen önbecsapásokban nem mennék bele. Én nem vagyok önbecsapás, én pontosan ezt szoktam mondani egyébként ismerősöknek, hogyha valami ilyesmi van, hogy srácok, most én erről ezt gondolom, és akkor most lehet, hogy valakit ezzel megbántok, de hogy inkább leszek őszinte, mint hogy elkezdjünk. Hát az nehéz. Friderikus kérdezte, egy drámai pillanat volt a Cserhalmitó egyszer, aki egy a szememben egy hihetetlen egyenes szálfa erkölcsű csávó, hogy szokott-e hazudni. És akkor mondta Cserhalmitó, hogy néha muszáj. És szerintem néha muszáj. Tehát az ember akármennyire is azt gondolja, hogy meg kell mondani, meg megmented a másikat bizonyos élethelyzetektől. Erre rá lehet faragni. Magánéletbe különösen megmondani a barátodnak, hogy figyelj, ez a csaj átfog téged. Lerni, majdnem csúnyában fejeztem ki. Uh-huh. Lehet, itt nem lehet kár. Dehogy nem. Lehet? Ez a YouTube-ra megy. És megmondod, elgondolkodik, a csaj nyilván meg fogja győzni, hogy én egy, nem tudom, irigy vagy, nem tudom mi vagyok, ők összekeverednek tovább, én leszek a seggfej, aki egyébként meg beleavatkoztam az életükbe, és 10 év múlva kiderülni, hogy igazam volt. Megéri szólni? Nem éri meg szólni, szerintem. Hú, de nem leszek ezzel népszerű. Van az az angol mondás, hogy bros before. WHORES. A szinonimája a ősi szakmát űző hölgyeknek. És hogy én ezt általában inkább a saját szemszögömből szoktam alkalmazni. Tehát velem történt már olyan, hogy nekem ex-barátnőmre mozdultak, aminél egy rosszabbat nem tudok elképzelni. Tehát amikor egy barátod összekeveredik azzal. Utána? Hát volt az olyan, nagy hogy... Nagy különbség. Volt olyan, hogy egy héttel utána, Azért tud fájni, az igen. Fáj, de aki meg annyira jó barát, az akkor is rosszul esett, amikor fél év vagy egy évvel később. De hogy így valamiért rosszul esett. Hát teljesen megértem. És hogy ezt úgy fordítom át, hogy amikor meg nekem lett volna lehetőségem ugyanerre, és nem én akartam, hanem a hölgyemény, akkor nyilván a legtöbb barátom szemében, hogy hülye vagy, miért nem használod ki a helyzetet, és mondtam, hogy nem. Nem, mert nekem nem érez annyit, hogy lehet, hogy 5 év múlva, 10 év múlva szét, és már nincs meg az a barátom, akivel mondjuk rosszat tettem. Hát csak van olyan érzés, amikor nem nagyon foglalkoztat. Tehát amikor jön, akkor szerintem az ember ezt nem mérlegeli. Sokszor. Én ezt tapasztalom legalábbis. De szerintem egy becsületes hozzáállás a tied. Ilyen nagyon hát nagy... Meg balek. Nem, szerintem én is azt szoktam mondani, hogy olyat ne tegyél igazán sorsfordító helyzetbe, ami ha veled szembe történne meg, akkor neked ez nagyon-nagyon fájna. És az ember, ha igazán komolyan önvizsgálatot tart, akkor rájön, hogy most rohadt geci leszek valakivel. Uh-huh. Ezt tudja a lelke legmélye szerintem. Igen. És amikor ezt úgy végig gondoljuk, hogy ezt most tényleg velem csinálná valaki, akkor ott szerintem kell, hogy valami norma rendszer életbe lépjen, csak szerintem érzelmeknél én azt látom, hogy hányszor van ilyen, hogy az ember ésszel tudja, hogy mit kéne csinálni. Hát persze. Egy barátom vissza akart hódítani egy lányt, és elment egy nagy magyar íróhoz dedikáláskor, és mondta, hogy vissza akarom szerezni, maga a kedvenc írója, írjon bele 3 mondatot, hát a Mancikának szeretettel vissza akarom kapni. És akkor elgondolkodott az író, és annyit mondott, hogy hát ha már saját életemet nem tudom rendbe tenni, hát ha másét sikerül. És írt valami mondatot. Tehát, hogy kívülről baromi egyszerű azt látni, hogy mit kéne csinálni a másiknak. Azért a saját helyzetében, saját életében az ember szerintem tanácstalan, tipródik, tévelyeg, kétségek gyötrik. Hát ezért fontos szerintem, hogy legyen egy olyan kontroll, és egy olyan igaz, megbízható baráti társaság, aki megmondja, a hülye vagy, szerintem fontos ismér, hogy a te javadat akarják, uh-huh.
ezt szerintem nagyon sokszor ki tudja húzni az embert a végtelen nagy kétségtengerből. Uh-huh. És azt látom egyébként, hogy az emberek igen jelentős része, ha visszautalunk arra, amivel kezdtük, nem mondja el, nekem van olyan barátom, hogy ismerős, hogy nem tudom, hogy mi a túró van benne. Hogy él meg bizonyos élethelyzeteket? És nem mondja el senki. Szégyellős vagy? Szerintem szégyellős, igen. Valószínűleg szégyellős. Én meg nem fogom faggatni, mert kétszer megpróbáltam, nem akar beszélni, akkor nem fog. Meg most megfelejtettem, mit akartam. Akkor kérdezek, hány barátja lehet egy embernek? Szerintem ezt emberre válogatja. Szerintem van, akinek egy, van, akinek 10. Hogy mi az ismérve barátságnak, az már egy jó kérdés. A Vitrai megkérdezte egyszer a Gobbi Hildát, hogy baromi nagy interjú, mestersége, színész, hogyha igazán nagy bajba kerülne, akkor hány embert hívna föl? És akkor a Gobbi Hilda szerint, emlékeim szerint nem akarok hülyeséget mondani, de mintha ott az interjúba jött volna rá, hogy viszonylag neki sok barátja van. És szerintem ez egy ismérv. Uh-huh. Tehát, hogyha éjjel kigyulladt a lakásod, vagy a kulcs egy szórakozó helyen maradt, és nem tudsz kiné aludni, és a szerelmed a Seychelles-szigeteken van, vagy Londonban, akkor jól nem ide Dubájt mondtam, és hogy akkor kit hívsz föl? Aha. És ki az, aki fölveszi a telefont, és oda is megy. De szerintem ilyenből azért van az embernek, ha nem baltázza el, egyenesen él. Nem szoktál arra gondolni, hogy az egy nagy szerencse, hogyha több mint egyet tudsz ebből mondani? Én ezen szoktam gondolkodni, mert hogy én ezt úgy szoktam lefordítani magamban, hogy ki az, akire rábíznám az életemet, ez a mondatom, és hogy az én fejemben elég sok ember van. Nekem szerencsére. Én, nekem nagyon, nekem sok. És nem azt mondom, hogy hú, de jó, hanem inkább abban szoktam belegondolni, hogy basszus, ez mekkora kiváltság ahhoz képest, aki mondjuk úgy él, hogy nem is tudja, hogy kihez szóljon hozzá, hogyha bármi segítségre lenne szüksége. Igen, de vannak, akik nem tehetnek erről. Tehát vagy olyan a családi indítatása, hogy van valami szemére mérzete, hogy nem adja ki magát, nem mer nyitni emberek felé. Csináltam Szirtes Ágival egy világtalálkozót. Nagyon szeretem azt a műsort. Ki volt a párja? Ember. Klein Dávid. Holnap lesz, kerül adásba. Talán. Ez, tehát jó, ez az a te adásba kerülésedhez képest múlt héten. Múlt héten. Jó, igen. YouTube-on megtaláljuk. YouTube-on. Mondjuk mindenkinek. Igen. És a Szirtes Ági az édesapja, ugye Szirtes Ádám volt, a korszak nagyon meghatározó nagyformátumú színésze, és mindig szóba jön egy ilyen emberni óhatatlanul, hogy mennyire fejezte ki az apja azt, hogy büszke rá, hogy szereti. Egy Zsellér családból származott Szirtes Ádám, a legnagyobb kilátástalanság falun, és nem tudom, ludakat őrzött valahol, és sehogy nem fejezte ki. Lényeg, hogy így szocializálódott pont a Szirtes Ági. Tehát a mama, a nagymama, az volt olyan élethelyzet, amikor azt várta volna az Ádám, hogy ölelje meg. 6 évesen, 10 évesen, ő inkább azzal foglalkozott, hogy milyen nadrág van rajta, és térjen be a ludakkal időbe a nem tudom hova. Uh-huh. Szóval ezek maradandó nyomok ám, hogy bizalmatlan lesz az ember. Úgy érzi, hogy nem kell, nem szabad kifejezni az érzéseket. Én nekem mély meggyőződésem, hogy a gyerekkorban, én ilyen kocapszichológus vagyok. Aha. A gyerekkorban rengeteg minden eldőlt. Tehát tulajdonképpen a viszonyulásod az emberekhez, a nyitottságod, a szeretetlenséged, vagy az, hogy szereted-e saját magad, a szorongásaid. Nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ezen túl tud lépni, vagy tudott lépni, és nagy trauma esetén, most nagy traumákról beszélek, jó, és azért az egy tág fogalom, viszonylag normális mederbe tudta terelni az életét, és ezt nem kellett minden nap, vagy minden hetente, nem tudom, ezt gondozni, erre figyelni, ezt kordába tartani. Te mit hozol a gyerekkorból? Szerintem teljesen átlagos és normális család a miénk. Egyke vagyok. Ennek megvan az árnyoldala is, szerintem, megvan a haszna is. Nyilván az embernek, amikor egyke, van egy ilyen belső világa, vagy nem is tudom, mi a jó szó erre. Tehát szórakoztatnia kell saját magát. Nekem van húgom, úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen. Szerintem jó, ha van. Szerintem is. Szerintem jó, ha van, de annak szintén megvan az előnye, ha nincs. Mert például én rá voltam arra kényszerítve, hogy például gonfocizzak. Uh-huh. Tehát a szüleim dolgoztak, hazamentem, 2-kor otthon voltam, hogy mit csináljak. És gonfoci bajnokságokat rendeztem, és az azért szoktam mindig elmondani, hogy nyilván akkor ez egy ilyen mulatságos dolognak tűnt, meg egy ilyen nagy szenvedélynek, hogy egy 6
10-12 éves gyereknek ez a mánia, hogy napjában 3 meccset közvetít, de halál komolyan vettem ezt. Tehát ez nem csak úgy, hogy játszottad és közvetítetted? És közvetítettem, de olyan komolyan vettem egyébként, hogy az akkori telesportos közvetítések tökéletes mintázatát adtam. Tehát szerintem még az akkor menő szaknévsor reklámot is elénekelgettem, hát amennyire egy 6 éves gyerek ezt komolyan tudja venni. Utána edzői nyilatkozatok voltak, tehát viszonylag jól tudok hangokat utánozni, és azokat az akkori menő edzőket én viszonylag tudtam utánozni. Nem hiszem, hogy Csank János hogy adott utána interjút. Óriási. És lejátszottam real time-ba az egész meccset, de én ezt vezettem, tehát nem csak úgy volt, hogy bekiabáltam, hogy most ezért babos megfogta a labdát, és Lisztes megszerzi. Ha Lisztes volt a 9-es, akkor Lisztes a 9-es. Én 16 csapatnak az összes játékosát tudtam. Ezt csak azért mesélem el, hogy egy 6 kötőjel 12-13, szerintem az volt az igazán intenzív időszak. Gyerek esetében az megfizethetetlen, ha arra pályára adja a fejét, mint amire én adtam, hogy valami fajta kommunikációs készsége legyen. Uh-huh. Én annak az illúziójával beszéltem, amikor közvetítettem, nem voltam hülye, pontosan tudtam, hogy ezt nem hallgat, nem hallja más. De elképzelted. De és annak az illúziójával beszéltem, és annak a szókészletével, ami rendelkezésem rád, hogyha ezt valaki hallaná, az én mércém szerint a legválasztékosabb, flottabb és legékesszólóbb legyen. És szerintem, ha van verbális képességem, akkor ez ennek volt köszönhető meg az olvasásnak, mert sokat olvastam. Tehát akkor konkrétan neked volt egy autodidakta 6-8 éves kommunikációs tréninged. Így is, ezt így még nem fogalmaztam meg, de tulajdonképpen igen. Igen. És szerintem ez mai eszemmel mérve... Tehát nagy kincs. Ez nagyon nagy kincs. Ezt tudtad a suliban alkalmazni? Súlyba szerintem igen, olyan központi gyerek voltam. Erre vagyok kíváncsi, mert igen. Hogy ugye azért van két véglet, aki nem mer megszólalni általános iskola elsőtől a diplomáig. És van az, aki hello, itt vagyok, szereplős, itt vagyok. Szereplős voltam én általában, ilyen szavaló versenyekre jártam, bár nem szerettem szavalni, szerintem nem tudtam én olyan jól szavalni. Azért mentél, mert hogy szerepelni lehet igazából? Szerintem így noszogattak is a tanáraim, igen? Meg... Lehet, hogy volt egy ilyen szereplési vágy bennem. Ez egyébként lehet. Volt bennem. Egészséges exhibicionizmus volt, és hangsúlyoznám, hogy egészséges. Tehát egy-egy szaktársamon látom most, hogy mennyire nem az. Már az ő esetében. Én szerintem az enyém az még nagyon szabályozott keretek közt van. Tehát én nem halok bele, hogyha nem vagyok kamera előtt másfél évig. Szalóversenyekre jártam, vezettem műsorokat, akkor csináltam ilyen diák színpadon, vagy nem tudom, minek hívjam, ezt így rendeztem, kabaré jelenetet. Rendeztél, vagy játszottál? És hát kireosztottam a főszerepet. Ja. Szerinted kireosztottam. 10 évesen. Nyilván, aki a poénokat mondja. Mondjuk ez nem tartott az olyan nagyon sokáig, azt hiszem, hogy 2 ilyen darab volt, vagy 3. Azt még be is mutattuk, basszus, ilyen 10-11 évesen, és több 5-6 iskolának így előadtuk. Azok van egy bája, hogy 10 éves gyerek, Bodrogi Gyula szerepét alakítja egy nem tudom, 62-be írt kabaré jelenetbe. De szerintem én rájöttem arra, hogy annál szégyellősebb, meg szemérmesebb vagyok, hogy egy lecsupaszítsam a személyiségem a színpadon. Az egy önterápia ott, vagy én nem is tudom, szét kell szedned magad, megmutatni magad. Szerintem nem is voltam ilyen értelemben sebzett, azt gondolom, hogy sokszínű sebzett, és valahogy ott a színpadon beszéli ezt ki magából, vagy dolgozza föl. Tehát én saját jogon, saját szerepemben pusztalanul szeretek szerepelni. Tehát azt mondjam el, ami engem foglalkoztat. Egy színész pedig médium. Hát ő Csehovot meséli el. Uh-huh. Az ő szavaival, mármint Csehov szavaival. Szóval én maximum szerintem egy ilyen vidéki, és a vidék alatt nem értek semmilyen pejoratív értékítéletet, de egy nem fővárosi kőszínház kis színésze lettem volna maximum. Uh-huh. Ha nagyon akarom, és megyek. Uh-huh. Úgyhogy ezt szerintem én elég hamar beláttam. Annyira nem is érdekelt. Valószínűleg, hogy a siker érdekelt engem. Tehát a tetszeni vágyás. Bárki bármit mond, az az ember, aki szerintem ez rád is érvényes, bármennyire mondod, hogy nem szeret szerepelni, ahhoz kell egyfajta perverzió, hogy azt mi élvezzük, hogy minket vesz az a kamera. Hogy minket néznek. Ha az ember ezt nem szeretné, akkor nem csinálná. Persze. Akkor elmegy újságírónak, aki a világ legtehetségesebb embere lehet, és az is sok ilyen van, de az arcát nem ismerik. Uh-huh. Nem azonosítják. Minket pedig ez érdekel, hogy minket néznek. És valószínű, hogy ez az emberben ez ott van. Uh-huh. És munkál, hogy most színész lesz, vagy... És ez a sikernek egyfajta mércéje is szerintem,
hogy mennyien néznek. Tehát bárki bármit mond, ez egy hiú emberek számára föntartott sport a miénk. Ez igaz, de ezt már párszor elmondtam, és most azért ismétlem meg, hogy, hogy persze számít, hogy mennyien néznek, de hogy én még merek olyan naív lenni, hogy azt mondom, hogy most például azt, hogy ma ezt az adást mennyien nézik meg, engem azért nem érdekel, mert azért csinálom, mert hiszek benne, és ha ez 3 év múlva jut el valakihez, vagy 10 év múlva, szerintem ugyanolyan értéket képvisel, mint ma. Az, hogy ma mennyien nézik meg, az a, az a piacon, rendesen kint a kapitalizmusban, a való világban a marketingeseket érdekli szerintem leginkább. Igen, tehát hidd el, hogy, és akkor ezt most... És nem akarok ilyen, tudod, nem akarok, de nem ellent mondok, hanem hogy meg nem akarok ilyen pátoszos lenni, csak hogy én is megkaptam, tudod azt, hogy jaj, mert amíg videójátékokkal foglalkoztam, meg még a, ugye a Gergővel csináltuk közösen a műsort, akkor 10-szer ennyien néztek egy adást, meg stb. És belegondoltam, hogy jó, de az az 1500-2000 ember, vagy az utóbbi néhány videót ilyen 6-8 ezeren megnézték, azt most ide megpróbálnád ebbe a 40 négyzetméteres szobába behozni, és így megnyugodtam, hogy ez rengeteg emberhez persze eljut. Nincs, nem vagyunk tisztában az arányokkal, mert csak egy számot látunk, és azt mondod, hogy ez 2000 ember látta, csak. Tataházán 1000-en laknak a falunkban. Igen. Tehát, hogy, hogy néha azért egy kicsit az ember szerintem egy lejöhet a talajra, és így megnyugtathatja talán saját magát, és nem abban az értelemben, hogy ú, de király vagy gyerek, hanem hogy ha ez 1500 embernek okoz örömet, van annyi érték benne, mintha 150 ezer embernek okozna örömet. Abszolút, és a kettő nem mond ellent egymásnak, tehát én sem nézettséget hajszolom, akkor másokkal beszélgettem volna ez alatt, nem tudom hány száz rész alatt. Igen. Mint akikkel beszélgettem, meg akkor nem civilekkel beszélgettem volna jó részt. Ez csak arra értettem, hogy nem mindegy azért. Persze, amit nem mindegy. Tehát a hatósugara annak, amit csinálunk, az szerintem nem mindegy. De abszolút így van. Én is az értékelvűségbe hiszek azért. Kompromisszumot kell kötni, uh-huh. Tehát beszélgethetünk csillagásszal is, ha minket érdekel, csak az be kell lőni, hogy az x 100, x 1000 embert fog érdekelni, és lehet olyan kompromisszumot kötni, hogy megtalálni a szórakoztatóipar azon jeleseit is, akik minket érdekelnek, és jó esélye kijelenthető, hogy nézni is fogják. Igen, 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 igen. Tehát... Igen, nem egyszerű egyébként ennek, a, ennek az alkuját megkötni, de szerintem ez neked meg nekem is azért helyek közel sikeredik. Hát igyekszünk, de azért régebb óta is, hogy amikor azt mondtam, hogy te már mindenkivel is beszélgettél, az nem túloztam, basszus. Hát azért te tényleg olyan emberekkel beszélgettél, hogy, hogy voltak itt már sikerült utolérnem, de hát nem jön el nyilván. Nem mert, jön el? Nem, mert nem ismeri meg miért is, és van akihez, tehát kontaktot se lehet szerezni. És az kezdetben volt már... nagy fegyvert, én szerintem az Ugló TV-n. Tehát az Ugló TV-n kezdtem. Uh-huh. Ugye én a Napkeltében is dolgoztam, sok helyen dolgoztam, és akkor a Napkelte megszűnésekor a Ugló TV-ben nyílt lehetőség, a kollégáim voltak olyan rendesen, hogy azt mondták, hogy ingyen és bérmentve. Mihez lenne kedved? Mert azt tudták, hogy valami olyan mérhetetlen szenvedély fűtött, hogy én televíziózni akarok, hogy azt szoktam mondani, hogy biztos van nálam ezerszer tehetségesebb, jobb kiállású, de minden. Egy biztos, hogy nálam jobban kevesen akarták, és voltak szerintem tudatosak is. Uh-huh. Nagyon tudatos voltam, én azt gondolom, a magam koordináta rendszerén belül. És azt mondták akkor, hogy mihez lenne neked kedved? És mondtam, hogy engem csak egy dolog érdekel, az emberi történeteknek az elmondása, és elsősorban a beszélgetés. És ismert emberekkel szeretnék beszélgetni, mert gyerekkorom óta erre vágytam. És sokan mondtak kezdetben egyébként nemet, olyan értelemben, hogy megnézni, ezt ingyen csináltuk 4 vagy 5 évig. Uh-huh. Ők is, én is. És ott tanultam meg szerintem ezt. És azt mondták az alanyok, hogy, hogy hát nem szeretném 89 millió módszor elmondani, hogy miért szűnt meg az Omega. De hát nézd meg, kérdezte, vagy kérte tőle a kollégám, és megnézt, és emlékeim szerint nagyon-nagyon kevesen mondtak nemet. Tehát miután már megnézték, hogy mi ez a műsor, mert fölkerült a YouTube-ra, uh-huh. Akkor eljöttek tényleg a legnagyobbak. De azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez alatt a 3-4-5 év alatt szerintem én évente abba akartam hagyni. Tehát én meg voltam róla győződve, hogy ez nem jó, az nem vagyok áttütő, ez nem olyan, mint szeretném, ez. Tele voltam kétségekkel, meg általában vagyok is. Tehát uh-huh. Azért volt egy történet, nem tudom melyik jeles magyar színész, megkapta a Liliomnak a főszerepét, nagyon be volt tojva, és ment át a Nagymező utcába, és meglátta őt egy időszínész, és átkiabált neki, hogy ennyire be vagy szarva, mi van? Szóval megkaptam a Liliomot, nem fogom tudni eljátszani. És
És azt mondja neki az öreg, hogy ide figyelj, egyet tanulj meg. Csak a tehetségtelen embernek nincs kétsége magával kapcsolatban. Szerintem is. Tehát az egy hajtóerő. Persze. Hogy azzal van a baj, aki azt mondja, hogy hát ezzel nem lesz probléma. Szóval én tele voltam aggállyal, az nem azt jelenti természetesen, nem azt állítom ezzel, hogy én biztosan tehetséges voltam. Szerintem nem értik félre. De rengeteget gondolom, pontosan. Az a jó. Te izgulsz a mai napig esetleg? Van benned bármi kis... Adrenalin biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Izgalomnak már nem nevezném. De valami... Tehát, hogy... Tétje van. Érzed-e azt, hogy ezt most ugyanúgy rutinból lenyomom, mint az összes eddigit? Nem. Akkor abba kell hagyni. Akkor én még mindig készülök, és szerintem soha nem fog elmúlni az életemben. Én rettenetesen készülős voltam. És azt hiszem, hogy az volt a pillanat, amikor tudtam, hogy ezt abba kell hagynom, mármint a készülésnek ezt a elementáris igényét és mértékét, amikor a Pécsi Ildikóval beszélgettem. Tudni kell, hogy én olyan egy hetet készültem valakire, olyan 6-8 órát egy nap. Az az ember. Jézusom! És a Pécsi Ildikón nem jutott eszébe a középiskolai szerelme az első. Na, várjál, pont azt akartam mondani, hogy csak nem jobban tudtad az élet. És mondtam, hogy nem tudom, ilyen Kovács Benő. És rám nézett a Pécsi, és akkor tudtam, hogy ez hiba. Tehát, hogy ez nem jó. Ez nem jó. És akkor nagyon alábbhagyott bennem egyfajta felkészülés. Tehát konkrétan saját magából le tudott volna nálad vizsgázni, úgyhogy te teljesen akkurátusan le tudtad volna pontozni, hogy ő mennyire ismeri az saját életét. Saját magát, így van. Ez mondjuk ki, ez dilettantizmus. Ez a kezdők gyerekbetegsége. A lelkes amatőröknek az ismérve, ugyanis elveszted a saját természetes érdeklődésed a másik irányába. Az pedig alapvető igény a nézőbe is, benned is, és a talán legnagyobb garanciája annak, hogy ez a beszélgetés jól sül el. Hogy már 18-szor hallottalak téged interjú helyzetben, hogy te mit mondasz. És fölteszem azt a kérdést, ami engem érdekel. És a harmadik mondatodnál azt fogom észrevenni, hogy basszus, hát ezt most mondtál a izébe. Igen. Hát ott lesz az arcomon, adja. Jó van akkor. Igen, de ez meg a másik véglet, amiben most itt ülsz, hogy nekem tényleg általában 2-3 nem is tudom, hogy minek mondjam, nem az, hogy témám van, de témám. Én tudom, hogy mi az a 2-3 kulcs szó, amit én szeretnék bedobni ennél a vendégnél. És ugye én ilyenkor szépen összeteszem a két kezem, és bár nem vagyok gyakorló vallásos ember, mindig arra gondolok, hogy hát azért hívom, mert szerintem vele jó lesz beszélgetni, és tud. És hogy bízom benne, hogy tudod, egyik téma, elindulunk, és görgetődik tovább. Hát honnan tudtam volna, hogy egy ilyen nagyon szívszorító, de tanulságos sztorit el fogsz mondani a taxisofőrről. És ezek miatt imádom ezeket a beszélgetéseket. Ez az a fajta kiszámíthatatlanság, ami nem az emberben ezt a szorongást kelti, hanem az izgalmat, hogy fogunk mi eljutni? Nem is tudom, hogy jutottunk-e. Most már nem emlékszem. Az a vicces, hogy a beszélgetések után emlékezni szoktam, most ugye ilyenkor előre felé pörög az agyam, amit beszéltünk, hogy előre éljük az életet, de hogy ez meg azért a másik véglet, tehát valamilyen szinten én tök megértem, mint szakmabeli, hogy nem lehet, nem teheted meg azt az emberrel, hogy egyáltalán nem készülsz föl belőle. Azért én annyiban helyesbítenék, nem ellentmondva neked, hogy szerintem fel kell készülni a felkészületlenségre. Ezt pedig úgy lehet megcsinálni, hogy egyébként le tudnék vezetni Kisimivel egy interjút, ha felkészülök belőled rendesen, a saját magam képzetei információi alapján, én most a saját iskolámat mondom el, amire én jutottam, de hogyha egy olyan információ jut a birtokomba, vagy egy olyan irányt vesz az a beszélgetés, ami még véletlenül se volt az én fejemben, és azért én már nagyon régóta nem építem föl, tehát nem az van, hogy és akkor 15-nél megkérdezem. Az nem működik. Akkor el kell engedni azt, ami minimálisan is ott volt a fejedbe. Hát szerintem egy felkészültségnek, ha azt tisztességesen csináltad, olyan 10-40%-át használod fel az interjúban. A többit nem. Igen. De az is ott kell legyen a fejembe. Mert ha oda kanyarodunk, akkor tudjam, hogy mi merre hány méter. Ez az én iskolám. Vannak, akik azt mondják, hogy nem kell felkészülni. Én biztosan fel fogok mindig készülni, mert egyfajta biztonságot is ad, meg szerintem a sokrétűségét vetíti előre bennem is, és nyitja meg az interjú során. Meg szerintem itt nem csak az információkat kell, vagy szoktam én, most megint csak magamról beszélek, az információkat szoktam én beszippantani, hanem az gondolatébresztő. Olyan dolgok jutnak eszembe a készülés során, ami egyébként soha nem jutott volna eszembe. Azt mondom, basszus. Hát tényleg, nekem ez nem jutott eddig eszembe, hogy ez a csávó, ez nem tudom én, baromi magas.
Uh-huh. Csak mondtam egy értem, példát. Értem, értem. Hanem tényleg, ez egy magas ember. Hát ez lehet, hogy 14-nek nézett ki, mikor 6 éves volt, vagy 7. Igen. Hát ezt lehet, hogy csúfolták. Lehet, hogy szőrös volt, világélet, élet volt. Hát lehet, hogy úgy nézett ki, hogy basszus, hát tényleg. Nekem ez, de ehhez el kell olvasni egy csomó mindent. Uh-huh. Tehát, hogy ez szerintem inkább ilyen értelemben spekulációra ad lehetőséget. A felkészülés ma már szerintem inkább az, hogy mi a túrót kezdek én azzal az emberrel. Mi izgat benne? Hát, vagy mi a túrót kezdesz két emberrel a világtalálkozóban. Most, hogy van a világtalálkozó, meg a egy szóval, ugye? Bocsánat. Igen. A egy szóval és a világtalálkozó, hogy ezek azért már a YouTube-ra mennek. Igen. Érzel valami különbséget szerkezetben, mint mikor azért egy kötöttebb stílusú anyagot csináltál tévére? Jobban élvezem. Olyan értelemben, hogy nem kötött. Tehát a tévében megvan, hogy 25 percesnek kell lenni, 24-40-től 25-20-ig lehet, pak. Nem lehet. Itt, ha 18-18, kit érdekel. Ez nekem is ad egyfajta szabadságot. Igen, abszolút. Szerintem a jövő az ez. Én meggyőződésem, hogy a televíziónak záros határidőn belül ebben a formájában vége lesz. Telefonon fogunk mi televíziót nézni, nem monitoron. Szoktam ott mondani, hogy ma milyen nézettségi adatokkal jutnak be a top 10 műsorok közé Magyarországon. Én annak idején a Napkertében, amikor megfordultam, akkor ha olyan 350 ezer környékén volt a nézettség, az már sokszor nem volt elegendő. Jézusom! És az egy reggeli műsor. Igen, amikor elvileg mindenki dolgozik. Így van. Ma 230 ezerrel ott vagy az első 20-ba. 230 ezerrel. Uh-huh. Tehát ennyire devalválódott a televízió jelentősége. Ugye a világtalálkozót mondjuk el, hogy a Klubrádióban készítem. De ott is van kép. Ott is van kép. Ez a megállapodás része volt, hogy én mindenképp szerettem volna képileg is föltenni a YouTube csatornámra, hisz szerintem a YouTube a jövő. Ott marad. És mindig ezzel szoktam érvelni, hogy biztos nagyon sokan hallgatják, reményeim szerint ezt a műsort a Klubrádióba. De aki arról lemaradt, meg az ismétlésről, az a büdös életben nem fogja még egyszer hallani. A YouTube csatornámon 2032-ben is visszanézhetik. Igen, igen, igen. És nem tudod, hogy akkor kifut bele, kinézi meg, szóval nem egy rövid távú sport, és a világtalálkozóban az volt, és a mai napig az, ami engem igazán érdekel, egyfelül az egésznek a kitalálása. Hogy azt mondom, hogy itt van XY, hogy ez vajon kivel lenne egészen bizarr párost alkotó ember. Hogyha öreg, akkor fiatal kell hozzá, ha sótlan, akkor mellé egy ilyen. Itt a női energiák jól jönnének, és ezt ki kéne mozgatni, ezt a csávót ide, egy ilyen dögös csaj kéne, aki ott az, tesz hozzá, hogy ez baromi izgalmas. Ez nagyon izgalmas, de közben izgalmas. A izgalomnak az a része is itt van, hogy kiszámíthatatlan. Teljesen, teljes mértékben. Ez intuíció. Ezen rengeteget gondolkodom és agyalok. Tehát ez majdnem több időmet veszi el, mint maga a készülés. És nem is rövidek azért, ott órás majdnem, igen. Majdnem egy órás, annyi csalás van benne, hogy hosszabban vesszük föl. Aha. Tehát én végtelenül hiszek az utómunkába. Én olyan 70 percet veszek föl, 60-65, nagyon ritkán 70-et, és én ezt mondom, hogy háromszor végighallgatom. Azt szoktam mondani, hogy nagyon lust ember vagyok, de a saját munkáim kapcsán a melót soha nem szoktam megsporolni. És a harmadiknál kiszkriptelem, ezt mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki tudja, meg az a lényeg, hogy összeállított timecode-ilag, hogy pontosan hogy nézzen ki az a műsor. Ugyanis ma már azt gondolom, hogy olyan szinten felgyorsult a világ, olyan szinten impulzívvá vált minden, hogy nincs fél percnyi üres járatra lehetőség. Ott hagyják. A rádióban egészen biztos. Ott csak a hangod van. Tehát nem tudod megnézni a műsorvezetőnő lábát, ott nem tudod nézni a gesztusrendszerét, ott a hang viszi el. Ha ott van benne fél perc tétovázás, akkor azt mondják, hogy anyukám, hova tetted a sót? És már az ebédről lesz szó abba a családi házba, ahol egyébként hallgatják a műsort. És én úgy is szkriptelek, magammal cseszek ki egyébként, hogy nem témákat dobok ki. Már az a legegyszerűbben azt mondom, hagyjuk, mert elmondta 18-szor, hogy a felesége, az, hogy ismerte meg a feleséget. Nem, minden témából kell kivenni 30 másodpercet. Így a szöveteles sokkal szorosabb és feszes. Uh-huh. Fú, hát most mindjárt elszégyellem magam, hogy én ezeket így egészbe kirakom. Nem kell elszégyellem, figyelj, ez más. Más munkamódszer. Igen, de közben meg érted, nyilván ezt tanultam én is az egyetemen, meg azért, hogyha őszinte akarok lenni, kaptam már jó pár olyan nézői
üzenetet, hogy fú, amúgy jók, csak hát nagyon hosszú, hát nem lehetne vágni, vagy akkor legalább egy ilyen órás. És mi nem vágod? Én azt mondtam, és erre rá lehet mondani, már előre mondom, erre rá lehet mondani, hogy ezzel csak takarózok, és hogy meg akarom spórolni a munkát. Egyrészt annyit vágtam a életemben, hogy gyűlölök vágni. Ez gyűlölök. Gyűlölök vágni. Viszont én azt igyekszem ezzel a műsorral, nem tudom, egy nagy közönség elé tárni, hogy milyen az az ember. És arról az emberről akkor derül ki, hogy milyen, ha így látod összefüggő egészében. Se rossz színben nem tüntetem fel azzal, hogy valamit vágok, se jó színben nem tüntetem fel azzal, hogy valamit vágok. Ő leült oda, és beszél egy órán keresztül. Mert hogyha valaki fölvesz egy szerepet, és kamuzik, azt ilyen hosszan nem lehet tartani szerintem. Tudod, a végén kibújna a szög a zsákból. Biztos, talán. Ez szerintem is így van. De én a befolyásolás alatt nyilván valamennyire befolyásoljuk azt a történetet, amikor belenyúlunk, és összehúzzuk, és kihagyjuk a számunkra érdektelenet. Ezt én se pejoratív értelemben igyekeztem mondani. De hogy engem tényleg csak egy dolog érdekel. Az, hogy ha én unom már azt a részt, amit hallgatok, akkor lehet, hogy a néző is fogja, vagy a hallgató. Aha. Ez valószínű, hogy más munkamódszer, másba hiszünk, én biztos, hogy mindig fogok vágni. Képzeld el, hogy többször megtörtént már az, hogy pozitív-negatív irányba. Tök jónak éreztem egy beszélgetést, és nem lett olyan a nézettsége, és volt, amit úgy éreztem, hogy döcög. És egy csomó komment. Hú, hívd még, úristen, de jó volt. Elképesztő, hogy nem tudom belőni. Megcsalnak a képzeteink, mikor itt ülünk benn. Nem tudunk kívülről objektíven látni egy ilyen beszélgetést, amikor benn vagyunk. Hát, hogy az a legrosszabb szerintem, akkor két ember baromi jól érzi magát a beszélgetés során. Igen, és utána meg nem ez jön le. Azt mondod, hogy de ez érdekelt valakit rajtunk kívül? Tehát van ilyen? Hát hányszor? Az belterjesség. Ezt megtanultam egy életre. A Gárdos Péter akkor írt az Élet és Irodalomba tévékritikát, és csináltam vele az Zugló TV-be egy interjút, és mit tudom én, a Feleki Kamilról, fiatalok lehet, hogy nem tudják, hatalmas nagy színész óriási volt, magyar, óriási színész volt. Beszélgettünk vagy 8 percet, ő neki különös kapcsolódása volt Feleki Kamilhoz, talán a legnagyobb filmjének ő volt a főszereplője, hogy nyerte meg, egy hihetetlen nehéz ember volt a Feleki Kamil. És akkor vége volt, azt mondta nekem a Gárdos, hogy szerinted mindenki tudja ma, hogy ki az a Feleki Kamil? És mondtam, hogy nem biztos. Akkor mondjuk el, hogy az egy, tehát hogy igen. El kell mondani, a mi ketten baromi érdekesen elbeszélünk Feleki Kamilról. De ha van 3 olyan ember, aki néz minket, és nem tudja, ki az a Feleki Kamil, ő azt fogja érezni, hogy ki van rekesztve, ki van taszítva, és kukucskál gyakorlatilag. És itt két iskola van, az egyik szerint, most már annyira szakmázunk, én sem vagyok egy elméleti szakember, lehet, hogy teljes hülyeség, amit ebből én így kiokumláltam. Az egyik szerint ez a műfaj akkor jó, hogyha kukucskál az ember. Mint a pornófilmre szokták ott mondani, hogy úgy nézi az ember, hogy leselkedik. Uh-huh. Míg más például Vitrai azt mondja, hogy a túrót, tehát be kell vonni a nézőt. És akkor lesz ez igazán érdemdús, kedve szerint való a nézőnek, amikor azt érzi, hogy be van vonva. Hogy néha belenéz a kamerába a riporter, és annyit mondta, hogy muszáj megkérdeznem, mert aki minket ott most néz, az elvárja, hogy megkérdezzem tőled azt. És én azt mondja, hát gizik. Te egyébként én is meg akartam tőle azt kérdezni. Be van vonva. Na, akkor ha a tanár úrnak ez a szemlélete, kicsit ez lélekmelegítő nekem, mert nem egy videó alatt írták kommentben, hogy hát olyan hangulatúak ezek a beszélgetések, mintha itt ülnének az asztalnál. Biztos, és figyelnek. Ez. Ez biztos, hogy így van. És ennek azért örülök, mert igazából az a célom, tudod, hogy nincs itt operatőr, nincs rendező, nincs szerkesztő, és szerintem is ez nagyon sokat számít, hogy az ember el tudja engedni magát. Pontosan így van. Van olyan, hogy az Istenért nem tudja elengedni magát az alanyod, és érzed, hogy ez döcög. Ó, nagyon sokszor volt ilyen. Volt, hogy leállítottam a felvételt. Csináltál ilyet? Ó, sokszor. Hát olyan nagyon sokszor nem, de volt. Civillel volt, aha. Azt szerintem vicces lett. Tehát annyira elkezdtek nevetni az operatőrök, jaj. Hogy az én ilyen pikírtem, de nem bántani akartam szegényt, föltettem egy kérdést, egy teljesen civil lány volt, az egyik portré sorozatomnak volt a résztvevője, a férje, ő volt a főszereplő, és ilyenkor megszólaltatok a családtagokat is. És az első kb. Olyan fajsúlyos kérdésemre, mint hogy szereted-e a vizet, vagy inkább még kérni egy kávét, így csinált.
És ez olyan fél percig ment, mire mondtam, hogy rosszul le legyen itt nekünk, nem ér ennyit az egész. Mondta, hogy nem, folytatni fogom. Mire megkérdeztem tőle, hogy ez a zongora mit szimbolizál itt? Az operatőr kidőltek a nevetéstől, és én ilyen igazi pikírten, nem tudom már mit válaszoltam, tehát akkor abba kellett hagyni. Tehát attól, tényleg attól féltem, hogy el fog ájulni, hogy annyira izgult. Meg ezt szerintem már sokszor elmeséltem, egy nagyon ismert divával, színésznővel egy nagyon rossz hangulatú beszélgetést folytattam, és 30. perc környékén mondtam, hogy itt van ennek vége, köszönjük szépen. Tehát fejezzük be. Kimért volt, kioktató volt, lekezelő volt, és döjfös volt. És amikor minden kérdésemet minősített, hogy kit érdekel ez magánkívül? Kit érdekel? Kíváncsi erre maga szerint valaki? És a 10. ilyennél mondtam, hogy tudja mit? Csókolom, már meg vagyok én az interjú nélkül is otthon. Miközben szerintem én nagyon tisztelettudó vagyok, és belementem az utcájába. Ez volt a legnagyobb baj, hogy elkezdtük egymást osztani. Jaj, de nem jó. Azt nagyon nem kellett volna. Nem volt önuralmam. Fiatalabb voltam, ha nem nő, akkor úgy küldöm el a fenébe. Úgy rúgom seggbe. Hú, de nem ilyennek ismerek, annyira nem tűnsz ilyennek. Ó, hát azért én egy elég impulzív gyerek vagyok. A tévében nem rám, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a kérdező az egy trambulin tart, amiről elrugaszkodik az alany. Én egy tükröt tartok. Tehát én szerintem az nem jó, amikor valaki öncélúan elkezd szerepelni, mármint kérdezőként. Kérdezőként? Az a legrosszabb szerintem. Arra kíváncsiak, hogy milyen az a fickó. Azt mutasd meg hitelesen, őszintén és pósztalanul. Szóval én azért egy impulzívabb fickó vagyok, ezzel már találkoztam egyébként, hogy ilyen kimért, mindenkor udvarias, nagyon ilyen jól nevelt fickó, nem vagyok én azért ennyire ilyen, nem ilyen jó gyerek vagyok én, szerintem. Csibész, de úriember, szoktam volt mondani. Tudok káromkodni, szerintem benne vagyok azért a csintalanságokba is. Ott tiszteltem a korát, tiszteltem a teljesítményét, anyámkorú művésznőről van szó. Szerintem borzasztó bunkó viselkedett, és mint látom azóta eltelt időt, ez csak rosszabb lett az esetében. De ilyenkor miért nem fordul meg a fejében, hogy akkor nem vállalja el az interjút? Narcisztikus emberek azért ezek. Tehát azért amikor úgy van, hogy nem akarom, de jövök. De jövök, így van. Hát 2 órát késett, tehát ott kezdtük. Tehát amikor ott vár, nem tudom, 6 ember rá. Nagyon méltatlan. Borzasztó méltatlan. 2 órát késett. És hát ez elképesztő volt, szóval a mai napig. Emlékszem, hogy a végén, mert azért csak folytattuk az összeveszés után természetesen, és hát vége borzasztó volt. Vége volt, és mondtam, hogy ezt nem fogjuk leadni, ez szörnyű volt. Mire azt mondta, még a női mi voltának a teljes vértezetébe, mondom, egy 20-as biztos, hogy van köztünk, szerintem 30 is, de nem illik ilyet mondani. Nem mondtam nevet. Okay. És annyit mondott, hogy hát látnivalóan befeszültél, ilyen hatással vagyok rád, mondta ő. Mire mondtam, hogy hát nem ön, a válaszai. Úgyhogy ebben maradtunk. Az nem volt egy épületes beszélgetés. Jaj, de ez azért, én nagyon imádom ezt a, amikor így intellektuálisan helyére rakod a másikat. Nem voltam azért ennyire szavakész. Tehát most a legjobb poénomat mondtam el. Azért hát az esetek többségében azért rajtam köszönült el. Ez nagyon elegáns szerintem. Ez szerintem elegáns. Tehát, hogy igen. Nem azt mondom, hogy óvatos, vagy hát, hogy mondjam, tehát ez egy olyan tusé, ami azért betalál, de nem a paraszt módon, hanem az a szépen végigvitt. Nem vagyok otthon vívásba, szóval az a lényeg, hogy... Értem. Ő nagyon jól csinálta, tehát nagyon taktikus volt. Ő úgy állította be, hogy én most elkezdtem hisztériázni, mert egyszerűen zavarba vagyok az ő hihetetlen szexuális vonzerejétől. Ezt ő többször említette egyébként, hogy megzavartalak. Tudod, álnai van természetesen. Jaj, de rossz. Borzasztó. Jaj. És hogy méltatlannak érzed fiatal fiúként, hogy ott van egy érett nő, aki eljátsza azt, hogy na jól van, kicsi csillag. Ezt kaptad még meg, hogy milyen idős vagy, és már mennyi emberre beszélgettél? Igen, azt igen. Hát nagyon korán kezdtem én ezt. Tudom, de hogy voltál zöldfülűzve? Szerintem nem. Miközben szerintem sokkal jobb interjúkat készítek most, mint annak idején. Tehát olyan mélységekig bele mászni valakinek a lelkébe, a döntési helyzeteket, a forduló, én mindig a fordulópontokat keresem egy ember életében, engem az érdekel. És annál jobb definíciót, mint amit a Bereményi Géza mondott erről, vagy olvastam Bereményi Gézát, hogy az a fordulópont, amikor egy embernek, az életének a minősége egy másik minőségbe vált, hogy ez magánéleti, szakmai, az teljesen mindegy. Hogy szerintem azért ehhez kell 30 évnyi élettapasztalat, tehát hogy 30 éves légy, hogy azért egy 60 éves emberrel a gyereke elvesztéséről,
a munkahelyi konfliktusáról, a válásáról, a nem tudom én, az apjával való kibékíthetetlen ellentétjéről, te őszintén és komolyan tudj kérdezni. Mert onnantól kezdve ez ilyen felületes okosság, okoskodásnak tűnik, ha 20 évesen elkezded ott. És tényleg is, miközben még nem váltál, nincs gyereked, mit tudsz te az életről? Nem láttál semmit. Annak is megvan természetesen a bája, csak én azért lebeszélném saját magam arról, hogy mit tudom, 23 évesen elkezdjek portréinterjúkat készíteni. Szerencsére nem készítettem 23 évesen, 2010-ben kezdtem, amikor én 25 éves voltam, szerintem nagyon fiatal, ott még érződött azért az öltfülűség. Oké, de ha nem kezded el, akkor most nem tartasz ott, ahol... Biztos, így van, biztos, hogy kellett. Mármint olyan értelem, hogy a fejlődési év, igen. Most nem így hízelegve akarok most erről beszélni, mert hogy itt ülsz nálam is, hogy te vagy a vendégem, de... Mundára tudod, mit írt, hogy a hízelkedéssel szemben a legvédtelenebb az ember. Úgyhogy ez így van, nem, csak azt akarom mondani, hogy egyszerűen egészen más dimenzióban beszélsz erről a szakmáról, holott ugyanaz a szakmánk, közel egy idősek vagyunk, és hogy azt érzem, hogy Atya Úristen, mennyivel előrébb vagy ebben, és nem az irigység beszél belőlem, hanem hogy szakmailag, hogy mennyi beszélgetésem vagy túl, mennyi helyzetem vagy túl, és hogy valószínűleg már mennyivel jobban kezelsz ilyen szituációkat, mint én. Nagyon akartam ezt. Szerintem más nem akarta ezt ennyire. Ennek ez volt a titka. Én rettenetesen akartam. Tehát pontoztam magam, azt is el szoktam már mondani újabban, hogy nagyon sok filmet néztem gyerekkoromban, de igazán én a beszélgetős műsorokat szerettem. Tehát, hogy Szilágyi János beszélget, nem tudom, Bajor Imrével, az nekem az az életem értelme volt. De nem tudom, hogy miért. Tehát nem volt nekem Bajor Imre egy ilyen fétisem. De hogy emlékszem, hogy kérdezgette a Bajort, és még középiskolás voltam, és mondtam, ez baromi érdekes. Vagy nem tudom, Friderikusz, hát szenzációs riporter. Szóval minden tud erről a szakmán, és az Vitrai Tamás. Tanárunk, igen, Vitrai tanárunk. Tehát, de Kepes András desszertje. És én nagyon sok interjú könyvet is olvastam. Ezt hozzá szeretném tenni. Szerintem nem sok olyan interjú kötet jelent meg Magyarországon, ami nekem nincs meg, vagy nem olvastam volna. És a Kepes desszertjeit újra előveszem, és elolvasom, kivonatok vannak az ő könyvébe, hát bravúros. Szóval egészen szenzációsan beszélgetett. És milyen érdekes, hogy ezt megérzi egy 10 éves gyerek is. Mert azt el tudtam dönteni, hogy ő nagyon jó beszélget, XY, nem akarok nevet mondani, ő pedig nem. Kicsit nem javítanék, vagy kicsit helyesbítenék szerintem a félmondatodon, hogy ezt megérzi egy 10 éves gyerek. Nem, ezt szerintem Kadarkai Endre érezte meg, mert én amikor visszaemlékszem a gyerekkoromra, hogy mentek ezek a beszélgetős műsorok, és anyu vagy apu nézte, az első gondolatom az volt, hogy ezen mit lehet nézni? Hát ki a francot érdekel, hogy ketten ülnek egy kamera előtt is beszélgetnek, miért nem mese van, vagy valami jó akciófilm, mondta Imike. És eltelik 20 év, és számomra a legcsodálatosabb dolog két beszélő embert nézni. Jó, de amikor Imike ezt mondta, akkor Endrécske is azért Walt Disney filmeket nézett. Tehát nem voltam őrült, hogy csak ez volt az életem. De megláttad, én messze nem akartam. Tévés se akartam lenni, nem is tudom akkor mi akartam lenni. Tehát engem nem érdekelt. Csak hogy azt akarom mondani, hogy neked ez így valahogy mélyebbről jöhet. Biztos. És lehet, hogy az egykeség is benne van. Meg az emberi történet. Tényleg. Hogy az emberi történet. Moziba ülünk, és ilyen 2048-ban játszódó filmet nézek. Ilyen Vasember 8-at. Már a promók tekintetében. Olyan szinten, hogy hidegen. Ennyire nem érdekel. De köszönöm szépen. Jaj, de jó, ezt mondod. Az érdekel, hogy van egy film, egyszerűen feldolgozódott esetben, beleszeret a Mancika a Béluskába, és Béluskának a szülei nem szeretik Mancikát. És ha ezt a Julia Roberts játsza, a Judy Dench és a Robert De Niro, biztos, hogy jó film ez, ha jól van megírva. Egyszerű, általam átélhető, emberi léptékkel azonosítható emberi történet. És ezért csináltam a Nem adom felt, ezért készítettem, vagy készítek portrékat is, hogy ezek érdekelnek. És valószínűleg ezt éreztem megint tizenvalahány évesen, hogy azt láttam, hogy Tábori Nórával csinál interjút Friderikus Sándor a Napkelte reggeli műsorában, ezeket én fölvettem, basszus. Meg voltak kinyomtatva is az Observerről. Tehát olyan gyűjteményem van, ilyen interjú gyűjteményem, videókazettem, ez elképesztő egyébként. Volt, amit fejből tudtam szinte, és ahogy ott a Tábori Nórával egy idős színésznővel, akit én színpadon sose láttam, beszélgetett a
Friderikusz, és támá azt is el lehet mondani, nem akarok tiszteletlen lenni, hogy nem akkor volt a legjobb, legélesebb, legösszeszedettebb szellemi állapotában az idős művésznő. Nem volt semmi baj, csak már lassabb volt. Aha. Ahhoz képest, mint amit megszokhattunk volna. És hogy Friderikusz milyen tanárian, kedvesen, észrevétlenül vezetett rá, vagy vezette rá egy-egy válaszra. És volt egy pillanat, amikor megfogta a papírjait, és megfogta, és így összegyűrte, és előre dőlt. Aha. És eldobott mindent, amit addig készült, és igen nemes válaszok tekintetében beszélgetett vele. Atyaink, az a legnehezebb. Az egy nagyon nehéz történet. És ahogy a... Ugye ő nagyon hatásosan akarta lezárni az interjút, az volt Tábori Nórának a beceneve, hogy Mamóka. Ugye ez a padlásból ered. És Friderikusz azt mondta, hogy van valami beceneve magának? Ahogy úgy hívják a színházba. És mondta a Tábori Nóra, hogy jaj, nem jut eszembe, de van. Tehát azt mondja, itt van a nyelvem, nem jut eszembe. Azt mondja, hogy a mamókás maga. Nem így mondta valahogy itt, hogy a nagymama. Azt mondja, a mamóka, mondja a táborinul, fölcsillanó szemmel. Tehát azt mondja neki a Friderikusz, hát akkor mamóka, köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm, hogy láthattuk. Atyai. És ez szenzációsan szépen csinálta. Ez igen. És ez felkészülés nélkül nem megy. Ahhoz rutin kell szerintem egy idő után is. Ezeket el lehet lopni szerintem. Az ember ezeket nézi, és ha tudatosan nézi, akkor rájön arra, hogy hát ez egy baromi jó megoldás volt. És ezt el lehet lopni. A Bangó Margittal, hogy most egy saját példával is, a Bangó Margittal készítettem interjút, és a Bangó Margit egy olyan történetet mesélt el, hogy szem nem maradt szárazon a stúdióba. Tehát mindenki sírt. Operatőr, én, tényleg. Az volt a lényege, hogy ő átesett egy nagyon komoly daganatos betegségen, kemoterápiát is kapott, aminek ugye a sajnos szükségszerű velejárója, hogy kihullik az ember haja. És amikor ez megtörtént, és parókába kellett lennie ezt azért merem elmondani, mert ez elhangzik az interjú során is, fekszik a kórterembe, akkor bejött a két lánytestvére, és lekapta a parókáját. Tehát ők is lenyírták a hajukat, szolidaritásból. És mondta, hogy nem csak te fogsz divatozni, hát akkor már mi is divatozunk. Ez egy nagyon megható történet. Két testvér ilyen értelemben sorsközösséget vállalt vele. És ő végig a Jóistenről beszélt. Tehát, hogy az mentette őt meg. És imádkozott. Amikor megtudta, hogy ő neki daganatos betegsége van, összeroppant, de az első dolga az volt, hogy elment egy szobába, és fohászkodott, és azt mondta, hogy Jóistenem, tégy velem, legjobb belátásom szerint. Ezt nem találtam ki, de interjú végén azt éreztem, hogy itt nem kell nekem bölcselkedni 26 évesen, mert mi a túrót tudok kérdezni egy ilyen szívszaggatóan őszinte vallomás után, hogy eszembe jutott, hogy van neki, nem Bangó Margitot hallgattam világéletemben, elképesztően tehetséges énekesnőnek tartom, tehát mondjuk távolabb áll az ő által a képviselt zenei ízlés, mint ami az én zenei világom. Uh-huh. De egy számát, lévő, hogy készültem, az úgy beugrott, már nem tudom megmondani, de a szövege végtelenül rímelt arra, mint amiről beszélt. És azt mondtam neki, hogy én ezt a számot arra kérném, hogy elénekel belőle két strófát. És mondta a Bangó Margit, tehát nem készültem. Nyilván kiváló dramaturg, és azt a két sort, kicsit könnyes szemmel, elénekelte csak úgy a kapella, mondom, ami erre az istenhitre, az ő igen. küzdelmeire rímel, mert én nem azt mondtam neki, hogy köszönöm szépen, hanem azt mondtam, hogy Isten áldja. Mi azt mondta, téged is. És ez volt a vége. Uh-huh. Szóval olyan megható volt akkor, hogy akkor azt mondtam, hogy na ez például biztos, hogy valakitől csentem, nem tudatosan, mert ilyet nem láttam. De az ember, ha sok ilyet néz, akkor egy-egy ilyen reflex szerintem meg tud csillanni. Erre például azt mondom, ha nem is büszke vagyok, de szerintem nem volt egy rosszul sikerült lezárás. Uh-huh. Nem sokáig kínozlak. Nem kínozlak. Mondtad, hogy kocapszichológus vagy, és nem erre vonatkozik a kérdésem, de hogy ugye a pszichológusokkal nem nagyon mernek beszélgetni, vagy ha beszélgetnek így baráti körben, akkor mindig poénkodnak azzal, hogy de most akkor nem fogsz analizálni, ugye? Blablabla. Ezt megfordítva, hogy Kadarkai Endrével tudnak úgy beszélgetni, vagy te tudsz úgy beszélgetni, ne legyen benned ott a riporter, az interjúztató, az újságíró, ki tudsz kapcsolni? Teljesen. Tehát én nem kérdezek. Hát ugye Karinti sétálgatott valahol, és oda ment hozzá egy bankigazgató, és azt mondta neki, hogy mondan egy poént, mondta a Karintira. Azt mondta, hogy mondok, de maga meg ad kölcsön. Tehát amikor az emberről azt gondolják, hogy világéletébe kérdez, azt szerintem egy falskép. Nem, beszélgetek. Amikor
interjúhelyzet van, akkor érdeklődöm. Egyébként is érdeklődő ember vagyok, de ez szétválik azért az ember fejébe. Tehát nem 0-24-be kérdezősködik. Analizálni szeretek. Soha nem teszem ma már, azt gondolom, kéretlenül. Szerintem annál nagyobb prostosság nincs a földön, hogy valamiről meg vagy győződve. Hogy jövök én ahhoz, hogy a saját benyomásaimból elkezdjek valamilyen ideológiát gyártani a másikról? Nincs erre képesítésem, nem is biztos, hogy jól látom. Nem is biztos, hogy kéri, nem, hát az a kedvencem. Az, igen, amikor elkezded, nem kell. Nem kell. Régen, régen nagyon sok ilyet csináltam, mert okoskodtam fiatalon. És ott biztos voltam. Hát ugye minden fiatal baromi biztosítéletű. Annak hiszi magát. Nem. Nem. Márai, valamint levelezésében, azt hiszem Mezei Máriával, kiderült nagy szerelme volt, azt írta neki, hogy magának a válaszok jelentik az életet, nekem meg a kérdések és a kétségek. Hogy mennyivel jobb úgy élni, hogy meg akard ismerni, hogy de miért csinálja ő ezt, és nem ítélkezni. Hogy csináltam egyszer egy portrét egy olyan házaspárról, nagyon sok gyereket nevelnek, és noha nem reklámoztam, de a nézők számára kiderült, hogy ők egy, mondjuk úgy, hogy ellentmondásos megítélésű egyháznak a tagjai. És ez egy többen, még a magánérintkezésben is mondták, hogy még kellett ennek reklámot biztosítani. És elintézték három mondattal, hogy hát ők szektások idézőjelbe téve. Mire mondtam, hogy honnan tudod, hogy miért lettek azok egy? Kettő. Engem az érdekel elsősorban, hogy ennek mi a háttere, és ők milyenek. Magyarul, hogy ne ítélkezzünk. Hát az a legegyszerűbb dolog. Erre azért már rájöttem 30 év fölött. Nem tudod, hogy ki, mi munkál a másikba, hogy miért ilyen. Hát hányszor lepődünk meg egy-egy élethelyzeten, amikor biztosan tudod valakiről, hogy hát ez egy irgalmatlan nagy seggfej. De valami irgalmatlan. És mindenkinek beszólongat. Én már jártam így. Lánnyal is, és fiúval is. És egy beszélgetés során kiderül, hogy késsel kergette az apja gyerekkorába. És nem tud bízni. Senkibe. A lány a férfiakkal kapcsolatban, a csávó meg a barátaival igen. szemben. És lehet, hogyha eltelik egy beszélgetéssel, itt egy bogár, eltelik egy beszélgetésbe 10-15 perc, akkor ez a réteg, ez így lehámlik róla. Sok idő onnantól, az, igen, igen. Jó, lehet, hogy több idő, de igen. az a lényeg, hogy onnantól, hogy valaki tényleg elkezdesz megismerni, az ellenkezője is be tud bizonyosodni. Minden. Ez így van. Ez így van. Ez abszolút így van. Nagyon könnyen ítélkezünk, szerintem. Nagyon. Mindenkinek megvan a maga háttértörténete. A Vámos Miklósnak volt egy ilyen műsora, hogy Kész regény, az volt a címe. Ah, nem emlékszem. Baromi jó műsor. Azt hiszem, hogy színpadon volt, meghívta a... Nem meghívta, hát eljöttek az emberek, vettek jegyet, és ott ült 200 ember. És amikor bejöttek, akkor aki vállalkozott rá, az kapott egy cédulát. Wow! És kihívta őt, és elkezdte kérdezni. Ezt itthon meg lehetett csinálni? Azt annyira hiszem, szégyenlősek az emberek. De nyilván olyan ment el, meg ahhoz kellett egy Vámos Miklós, hogy azért ott, és mindenkiből ki lehet húzni. Tehát olyan történetek vannak most csak, hogy rímelve a taxisra, hogy ez elképesztő. Tehát... Ugye, ahogy így szakmai körökben szokták mondani, hogy a téma ott hever az utcán, ez csak kimész. Azért szoktam mosolyogni ezeken a kérdéseken, tudod, hogy jönnek a tök jó támogató üzenetek vagy kommentek, hogy hú, de király ez a sorozat, de hát már milyen sok embert hívtam, hogy nem félek, hogy elfogynak. 10 millió ember van ebben az országban. És hogy tök jó, hogy ráerősítesz erre, hogy én is azt érzem, hogy egyszerűen itt olyan történetek vannak, így a felszín alatt, meg ilyen kavicsok alatt, így jó mélyen elásva, ami egészen hihetetlen. Igen, csak szerintem a megközelítéseken is múlik nagyon sok minden. Kiből mit veszel észre, és milyen élethelyzetet? Igen, és nem is biztos, hogy mindenki alkalmas arra, hogy beüljön egy kamera elé, mint a kisasszony. Igen, a kép igen, rosszul lett, igen. De hogy, tehát, hogy ezzel nincs gond, de hogy attól függetlenül rengeteg anyag van. Ó, nagyon sok. Civilek közt. Ó, én nagyon szeretnék olyan, mindjárt nem fogom, most rengeteg műsor ötletem van egyébként, kidolgozva is akár. Tehát szerintem én következő 50 évet végig tudnám úgy televíziózni, hogy minden héten lenne egy-két műsorom. Rengeteg. És mind ember alapú. Tehát nem csili-vili, nem hastácos nők ugrándoznak körülöttünk, hanem beszélgetős, alapú, és mind más dramaturgiát követő műsor.
És civil műsorokat is nagyon szívesen csinálnék a továbbiakban. És az terve is van, hogy egyszer fogok még nem adom felt, vagy csak azért is csinálni. Abból rengeteget tanultam. Ha már itt szakmáztunk, ott nem tudsz fölkészülni. Tehát tudsz egy élethelyzetet, spekulálsz, az megvan, spekulálsz, de egy élethelyzetet tudsz. És leülsz, és beszélgetsz vele. Ott nincs információ. Ott annyit tudsz, hogy van egy csávó, sikeres, és maga se tudja, hogy miért elkezd alkoholizálni. Olyan szinten alkoholista lesz, hogy ott hagyja az asszony, összedől az élete, elfordulnak tőle a barátai, ám ő elmegy egy elvonókúrára, és leteszi a poharat. Most magányosan él a macskáival, a volt feleségének már van egy fia, akit egyébként korrepetál, de rendszeresen eszébe jut, hogyha nem szúrja el az életet, akkor ő lenne az apja annak a gyereknek. Ezt a történetet neked valahogy meg kell mutatni, zenésíteni. És kérdésekkel tudod megmutatni. És szerintem én ezt a kihívást ezt nagyon szeretem. És itt szerintem az ízlés és arányérzék az istentelenül fontos. Hogy ne akarj szemfényvesztőként kvázi ilyen hullarabló lenni, aki megmutatja másnak a nyomorúságát, és azt mondod, hogy még kettőt kérdezek, és akkor most már zokogni fog. Szerintem egy bizonyos empátia, manipulációs készség és rutin után az ember pár percnyi beszélgetés után, ha ismeri az élethelyzetet, 5 kérdéssel meg tud ríkatni valakit. Uh-huh. Én szerintem 2-3-szor meg tudnék. Uh-huh. Szerintem mire jó az? A szenzációhajhászáson kívül szerintem semmire. Mindig azt szoktam elmesélni, amikor elmentünk egy nagyon szegény családhoz, 3 gyereket neveltek, borzasztó szegénységbe, és a fickónak a húga az öngyilkos lett. És a nagylánya, annak is 3 gyereke volt, a nőnek is. A nagylány vágta le a kötérről. Jézusom. Ez a fickó odavette ezt a 3 gyereket is, tehát 6 neveltek már, és kamerán kívül kiderült, hogy a nő az élet öngyilkos, mert abuzálta a lányát is, az akkori párja. Őt is többször megerőszakolta, de a 13 vagy 12 éves lányt is nagyon sokszor abuzálta, aki levágta a kötérről. Na most hát, ugye ott van a riporter ösztön, hogy ezt a történetet te megmutasd, ennek az egész drámaiságával. És összebarátkoztam a családdal. Egyébként fél napot vagy egy napot is ott töltöttem akár. Tehát ez is csak egy zárójeles megjegyzés, hogy látod, én ebben is nagyon hiszek, hogy ez nem úgy működik, hogy belépsz az ajtól, és azt mondod, hogy no Kovácsék, akkor meghalt a mama. Az egy ízléstelen valaki. Persze. Tudok ilyen kolléganőről egyébként, aki a kamera kikapcsolása után a telefonját vette elő, és akkor találkozott velük először, és a drámát akarta megmutatni. Tehát vannak azért szerintem itt azért tetszelgők ebben a műfajban. Hogy én azért fél napot eltöltöttem, úgyhogy még nem is forgott a kamera. Csak beszélgettem. Ez nem a kávéfőzés, igen? Igen. Viccelek. De egyébként igen. És ott volt egy helyzet, amikor megkérdeztem, hogy anyuka. És láttam, hogy a lány el akarja mondani. És nem kérdeztem meg. És ezt a mai napig áldom az eszem, hogy nem kérdeztem meg. Uh-huh. És mind a két rutinos operatőr utána mondta, hogy itt volt a pillanat. Hát el akarta mondani a lány. Annyit hozzátennék, hogy a nevelőapja megsúgta, hogy még a pszichológusnál is nagyon félve beszélt erről, és utána egy hétig kellett őt nyugtatgatni, annyira sírt. Uh-huh. És akkor volt egy-két másodperc, mikor ezt nekem el kellett dönteni. És azt mondtam magam, hogy rendben, most csinálok egy jó műsort, itt sírni fog ez a lány, elmondja, hogy hiányzik az anyja, és ez a szemétláda mit művelt vele, de én utána hazamegyek. Ez a 12 éves kislány meg itt marad a saját traumájával. Én csináltam egy jó-rossz hatásvadász műsort, viszont ez a lány, ennek lehet, hogy ha nem is vágom tönkre az életét, de országvilág előtt megmutatom, még azt is megkockáztatom, hogy öncélúan, önös érdekből az ő végtelen nagy sebzettségét. Hogy szerintem ezt nem lehet megcsinálni egy gyerekkel, és nem kérdeztem meg tovább. És a mai napig ennek én nagyon örülök, hogy így jártunk el. Hú, de az a jó, amikor így különbséget tudsz tenni nem kérdezés és nem kérdezés között, hogy van valamit az ember megbán, hogy hú, ezt meg kellett volna, és van, amiben azért bele tudsz nyugodni, hogy azért ez van egy határ. Az nagyon megnyugtató, amikor szerintem nem ugyanazt a normarendszert kell alkalmazni a magánérintkezésbe, mint a tévében, nem. Mert azért bátrabbnak kell lenni. Nem kérdeznék meg sok olyan kérdést interjúhelyzetbe. Tehát
magánérintkezésben nem kérdezném meg sokszor azt, amit bátran megmerek kérdezni interjúban, hisz ott az a dolgom. De van egy olyan tilalomvonal, egy olyan normarendszer, az egy egészséges emberi szempontrendszer, amit nem lépünk át, szerintem. Nem járt le az idő? Még egy történetet elmesélek. Egy történetet, és még lesz egy utolsó kérdésem. Hogy nem fogok nevet mondani, mert nem akarom itt reklámozni, ezt megcsinálta, hogy egy ismert színésznővel beszélgetett. Csak egy példa arra, hogy az arányérzék mennyire lehet rossz, torz. Egy ismert színésznővel arról beszélgettek egy műsorban, tévé, főműsoros tévéműsorról beszélek, hogy hospice-házba halt meg az ő anyukája, mármint a művésznőnek. Jó rossz beszélgetés volt, sírdogálta, megrendítő volt. Egyébként ettől a riportertől ez még szokatlan is volt, az a fajta empátia, amit mi akkor láttunk. Én nem is hittem el feltétlen, de a nő nagyon hiteles volt, és együtt lehetett vele érezni. És ott volt, amikor meghalt az anyukája. Elköszönt a riporter, és annyit mondott, most pedig következzék XY, akivel együtt fogsz főzni. A csávó az lejött a lépcsőn, az engedjétek, hat főzzek ma magamnak, slágereire, nulla break nélkül, tehát a könnyek után faszi lesét látta a lépcsőn, és együtt töltöttek, nem tudom, szilvás gombócot hármasba, a színésznő, a ripacsúr, aki lejött, és a műsorvezető. Hát egyfelől ilyet nem tudom, hogy lehet megcsinálni valaki, valaki egyébként az édesanyja haláláról beszél, a legnagyobb drámaisággal, és a legnagyobb őszintességgel, a legnagyobb fájdalmáról. Kitenni egy ilyennek, szóval ezt mondom azt, hogy ez viszont gyalázat. Soha nem szabad visszaélni azzal, hogy ezek az emberek, ez most nagyon magasztosan hangzik, nem vagyok én Teréz apu, de nem szabad visszaélni azzal a bizalommal, hogy a kamerák előtt őszintén beszéltek veled. Hogy annak használt föl, hogy ilyen nagy csinna, és ezt tudod, mi volt ez a csinnadrattában, mi volt a legszégyen teljesen? Hogy ez az ő fejébe ennyit ért. Hogy ez egy show elem volt. Igen. Nekem ez annyit ér, hogy engedjétek, hadd főzzek ma magamnak. Sírt a csaj, hát baromi jó műsort csináltunk. Tehát itt az empátiának a megcsillanása az olyan minimális volt, mint abban a kilincsbe. Csak ez például nem nagyon tanulható, tudod, szerintem. Dehogy nem. Hát én csináltam egy olyan mocsoládé műsort fiatalon. Szerinted tanulható az empátia? Az empátia nem, de az arányérzékéssel. Azt hozod otthonról az érzékenységet valamilyen szinten, szerintem. Azért, ha csinálsz egy rosszat, tehát egyszer átlépsz egy határt, tehát ez nagyon beleég. Utána nem empátia jön a következőnél, hanem hogy van-e lelki ismereted. Ez így van, ez így van. Lehet, hogy ebben nagyon vaskalapos vagyok, és nagyon kötöm az ebet a karóhoz, de szerintem az empátiához élmények kellenek, meg olyan az a fajta racionális helyzetelemzés, hogy tudd, hogy ezzel te mit okozol a másiknak, mert ha nem tudod beleélni magadat az ő helyzetébe, és ez azért egy képesség, nézőpontot váltani, a más szerepébe belehelyezkedni, hogy neki ez hogy esik, mint esik. Tehát ha erre nem vagy képes, csinálhatsz egy ilyet, csinálsz még három ilyet szerintem. Én szerintem ennek nincs köze a racionalitáshoz. Igazad van, csak a racionalitáshoz nincs nem köze. Nem biztos, ez az én véleményem. Ez szerintem érzelmi intelligencia kérdése. Akiből hiányzik az érzelmi intelligencia, az nem is tud a másik fejével gondolkodni. Nekem van erre egy sajátos megoldó képletem. Lehet, hogy ez akkora hülyeség, hogy a fal adja másikat, és az is lehet, hogy megírták 800 évvel ezelőtt, tehát semmi újat nem találtam ki. Szerintem minden létező ember kap 100%-nyi intelligenciát. Mindenki. Az egészen súlyos szellemi fogyatékos is, a zsenig. Három fajtát különböztetek én meg magamban. Az egyik az intellektus, tehát a nagybetűs szellemi muníció, az érzelmi intelligencia, amiről beszéltünk, a másik pedig a gyakorlati intelligencia. Én nekem, nem tudom, hogy van felosz, egyet tudok, hogy gyakorlatilag nincs. Tehát a 100 egység az úgy lett felosztva, hogy 5 benne a gyakorlati. Egy nagyon jó kétkezi munkás mondjuk, aki lehet, hogy soha nem volt érdeklődő a színház, az irodalom irányába, és az iskolákat nagyon nehezen bukdácsolva végezte el adott esetben, de szenzációs műszaki ember, őneki valószínű, hogy ebből van nagyon sok, és a másik kettőből maradt kevés. Mondjuk egy dankóros ember esetén, akinek azt mondják, hogy tehát szellemi téren lehet, hogy nem annyira gazdag, rajtuk azért lehet látni, hogy érzelmileg viszont érzelmileg nagyon-nagyon kifejezőek. Ők lehet, hogy 100-ból kaptak 90 ilyet, és gyakorlatiból például nagyon keveset. Szóval szerintem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, az nem tudom, hogy szükséges-e ahhoz, amit mi csinálunk,
de hogy nem árt, abban majdnem biztos vagyok. Ez egy nagyon szép megfogalmazás, hogy nem árt. És itt le is lehetne kerekíteni, de ezt még muszáj megkérdezzem, hogy a kis Kadarkai Endre az akart lenni, ami most a Kadarkai Endre egyébként. Kicsit nagyobb, de körülbelül ez akartam lenni egyébként, igen. Igen, nincs hiányozat. Ezt akarom mondani, hogy ez így sikerült, és nem azt mondom, hogy fú, a végére értél, hanem hogy itt vagy. Ez így akkor egy boldogsággal tölt el, vagy már megvan a következő, hogy mi szeretne lenni Kadarkai Endre? Nem tudom, ki mondta, azt hiszem, hogy Kurt Weill, hogy meg kell találnunk vágyakozni azután, ami a miénk. És szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Nem értékeljük kellően. Ezt tanulni kell. A egyik kedvenc regényem a Márai igazi című könyve, és abban leír egy román drámát a Márai, aminek az a lényege, most a Ionescu írta, nem tudom, az a lényeg, hogy egy halász egész életében a zöld ládáért könyörög a Jóistenhez. És a végén kap egy zöld ládát. Az egész darab során ez a csávó, ez rimánkodik, kéri, az ő életében ez a zöld láda, ez valami fantasztikus hozzáadott értékkel bírna. És megérkezik a zöld láda a végén, ránéz a halász, és azt mondja, ez nem olyan zöld. Ez nem olyan zöld. Miközben egész életében erre várt. Szerintem az egy képesség, amikor az ember elkezd örülni és értékelni, kezdi azt, ami vele történik. Szerintem nekem ez megy, de nyilván a félig tele, félig üres pohár azért az mindenkor próbára teszi az embert. Van egy film, a Halle Berry, a Benedicio del Toro, meg a David Duchovny játsza. Nagyon röviden fogom elmondani, meghal a férj, és a feleségre bízza az ő drogos barátjának a sorsát. Az a Benedicio del Toro. És Halle Berry odaveszi, nagyon érzett, hogy pezsek köztük valami, ezek előbb-utóbb össze fognak keveredni, végül is mégse keverednek össze, de megmenti ezt a fickót, és leteszi a drogot. És a Halle Berrynek ott hagy egy kártyát. És ezt megfogja, és ez a férjének, tehát a halott férjének, a David Duchovnynak volt a kedvenc mondása. Ez úgy szól, hogy accept the good. Feliratosan néztem. Örülj a jónak. Ez ilyen Paulo Coelho semmit mondó idézetnek tűnik elsőre, de hogy olyan mély tartalma van szerintem, hogy az ember örüljön annak, hogy... Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, igen, nekem ez nagy boldogsággal ér föl, nagyon sokszor nyilván ezt nagyon természetesnek veszi az ember, már azért, amikor fölé, nem tudom, hogy Szilágyi János és jót beszélgetünk, akkor azért mindig van az emberben egy ilyen szívdobogás, hogy basszus, ha hív a Szilágyi. Ez a Szilágyi, tehát ez nem akin te fölnőttél, és aki miatt választottad ezt a szakmát, és mint az ökörító fülpösi segédlelkész elmegy, nem tudom én, a pápához, és egyszer csak azt mondja, hogy hát azért itt ez egy nagy ember, és ugyanazt a hivatást űzi, amit én is próbálok. Szóval ilyen van bennem, még mindig egy ilyen kis megszeppenés, hogy nem hiszem el, mit keresek ott, nem mindig régletettem. Tehát amikor a vidéki gyerek följön Pestre, azt se tudja, hogy hol van meg. Meg van illetődve, de az alapvető tiszteletadás, az a fajta, basszus, azért kedvel ez a csávó engem, hogy jónak tart, mondjuk a Szilágyi, ezt talán elmondhatom, tanújelét adta párszor, és azt hiszem mondhatom, hogy jó viszonyban vagyunk. Ez nekem egy irgalmatlan nagy büszkeség. Amúgy is van bennem egy ilyen ájult tisztelet azok iránt, akiktől én ezt igyekeztem ellopni. Tehát a Friderikusz, Vitrai, Szilágyi, Kepes, Bárdos, Baló, Fiala, Szilinóra, ezeket én ájultan néztem. És az nagyon fontos számomra, hogy ők mit gondolnak rólam. És ha kritikával élt vagy élne, biztos, hogy ezen én nagyon el tudnék gondolkodni. Azzal együtt, hogy szerintem az embernek egy idő után már van annyi szakmai önérzete, hogy szakmai önreflexiója, ez a jobb szóban az önérzet azért az egészen más, hogy észnél van azért 35 évesen, már pontosan tudja azt, hogy most jót csinált, vagy nem jót csinált. Tehát ezt pontosan tudjuk, szerintem. Amikor visszanézem magam, a lelkem mélyén azért azt mondom, ezt most jó beszokták ezt az interjút, mert itt ez most azt hitték, hogy ez nagyon mélyre ment, miközben tudom, hogy annyira nem volt jó, mint lehetett volna. Tehát, hogy én lehettem volna jobb. És persze olyan is van, amikor azt gondolod, hogy azt a betyárhét, tehát, hogy nem, ha itt most nem adják neked a Pulitzert, akkor ezek őrültek, azt érzed, és hogy visszanézed, és azt mondod, hogy nem volt azért ez olyan jó. Nem volt azért ez olyan jó. Szóval minden van, minden van. Ez a belül egy mérce szerintem, egy ilyen ez a rutinnal jön, szerintem. De én azt hiszem, hogy minden interjú esetén azért sok rosszat el lehet róla mondani, de szerintem az, hogy ilyen felületesen ülnék oda beszélgetni, azt hiszem, hogy nem.
Thank you.